Szerintem is van esély megnyerni a választásokat, leváltani a Fidesz. Arra is van esély egyébként, hogy a kalapácsvetésben az atlétikai VB-n jó eredményt fogok elérni. Lehet ügyek mentén politizálni, csak szerintem 13 évnél után nem érdemes. Véleményem szerint a 22-es vereséget nem érzékeljük kellő nagyságában. Tehát azért az dráma volt. Fogadjátok szeretettel a mai nap első programját, Hajnal Miklós, Ungár Péter és Jánbor András vitáját, amelyet Plankó Gergő, a Néni4.hu újságírója fog moderálni. Miért itt vagyunk? Sokat hallani az ellenzéktől arról, hogy hát a nagyvárosi közönségen kívül másokat is meg kellene szólítani, csúnyában mondva le kellene menni vidékre. Ehhez képest most itt egy az ellenzék helyzetéről szóló nyári beszélgetés mégiscsak Budapesten zajlik. Miért? Könnyű lenne egyébként ezzel kerettel azonosulni, hogy hát mi azért szerveztük vidékre, vagy azért akartuk vidékre szervezni a szikratábort, mert hogy le kell menni vidékre, de valójában ennek azért nem ez az oka, hanem az az oka, hogy nagyon fontos szerintem a politikában az, hogy koncentráltan tudjunk beszélgetni dolgokról, hogy ne csak egy ilyen leülünk ide, beszélgetünk, hazamegyünk típusú dolog legyen, hanem ennél sokkal erőteljesebb dinamikája legyen a közösségi életnek. Egy tábor erről szól alapvetően. De gondolom a kérdésedben benne van az is, hogy meséljem el, hogy mi történt pontosan. Itt az történt, hogy a Bodajkon mi tavaly táboroztunk egy helyszínen, ott lefoglaltunk egyébként egy ugyanazt a táborhelyszínt, ez az a táborhelyszín, a Momentumnak is volt már korábban tábora. Egy héttel a lemondás előtt egyébként a két farkú kutyapárt táborozott szembe egy táborban, tehát hogy azért nem arról van szó, hogy Bodajkra soha semmilyen politikai tábor nem érkezett, és hirtelen a semmiből itt egy furcsa helyzet előállt, hanem arról van szó, hogy nyomást helyeztek a tábor vezetőjére, hogy mondja le a mi eseményünket. Korábban egyébként ilyen technikai részletekről is zajlott már egyeztetés, hogy hogy legyen a büfé. Tehát, hogyha ő nem találkozott volna azzal, hogy mi ott táborozni akarunk, vagy nem ismert volna minket, azért az elég furcsa lett volna, hogyha közben a büféről tárgyalunk. Majd miután ő lemondta, azután egy másik, hát nem tudom, hogy tartsam a mikrofont, hogy ne rözögjem be, de egy másik helyszínt, ahol fölhívtuk az úriembert, megbeszéltük vele, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mit akarunk odavinni. Ő elmondta, hogy persze egy csomó hely van, nincsen foglalása nagyjából arra az időpontra, majd elküldtük neki az árajánlatot, és utána visszaírta azt, hogy sajnos betelt minden hely ebben a táborban. Majd ezután leszerződtünk vagy foglalót tettünk egy harmadik táborhelyszínre, ahol pedig az volt, hogy ott tényleg már minden le volt rendezve, és akkor ő ezt visszamondta. Azért nem tudtuk megcsinálni ezt a tábort vidéken, mert hogy mondjuk 100 főt, még 100 fős tábort még tudtunk volna találni 2-3 nappal előtte, de mondjuk egy 300 fős helyszínt azt már egyszerűen nem lehet találni ebben az időszakban. Jövőre több tartalék helyszínnel fogunk majd menni, és mondjuk olyan tábor helyszínt fogunk találni, ahol fel sem merülhet ez a lemondás. Hajnal Miklós és Ungár Péter mit gondol arról, hogy ezt a tábort nem tudták vidéken megszervezni, és itt most nem kifejezetten a szervezési technikai nehézségre gondolok, hanem nyilván arra a politikai helyzetre, amiben a szikra most van. Egyrészt nyilván szolidaritásból is vagyunk itt, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, de tehát az, hogy ma itt kell megtartani ezeket a beszélgetéseket, vitákat, ez szerintem egy elég rossz képet fest a hatalomról. Nyilván ezt a képet ők eldöntötték, hogy megfestik, eldöntötték, hogy a szikrát akkor sehova nem engedik be. Abból a szempontból nekem ilyen régi rossz emlékek jöttek elő, hogy 2017-ben, amikor mi eredetileg Szolnokra terveztünk egy ilyen nyári fesztivált, akkor ott is egy hasonló helyzetbe futottunk bele. És egyébként így került át végül a helyszín pont arra a bodajki táborba, ahol most úgy tűnik, hogy sikerült oda is leszólni a hatalomnak. Szóval valójában amit én látok, mint mintázat kialakulni, az, hogy egyre kevesebb olyan tér van, egyre kevesebb olyan hely van, ahol meg lehet szólalni, ahol lehet közösen gondolkodni, lehet közösen beszélgetni, és ez az igazi tragédia, hogy fogynak ezek a lehetőségek, ezt mi is tapasztaljuk
akár egy-egy országjárás alkalmával, mondjuk Tompos Mártonnak volt ezzel kapcsolatban egy súlyosabb tapasztalata kezd helyen, de rendszeresek ezek a problémák, és nyilván ez egy rendszer szintű probléma. Nem arról van szó valószínűleg, hogy itt a bodajki polgármester lenne egy személyben a bűnös, ő legfeljebb csak bűnrészes tud ebben lenni, nyilvánvalóan itt központi utasítások vannak. Jó napot kívánok, én is köszönöm a lehetőséget. Szerintem a Szikrával szemben folytatott kommunikációs és egyéb hadjárat az elmúlt időszakban az egy kicsinyes és személyes ügy. Ennek az ügynek az a kiváltó oka, hogy Jámbor András egyéniben győzött, és ezért az az ember, aki a Fidesz frakcióvezetője, aki úgy érzi, hogy Józsefváros az ő hűbérbirtoka, ő ezen nem tudta magát lelkileg túl tenni, és ebből adódik az, hogy a Szikrával szemben folytatják ezeket a teljesen értelmezhetetlen médiahadjáratokat, és én ennek a sorába tudom be ezt a tábortörténetet is. Véleményem szerint ennek az lesz a következménye, hogy a következő önkormányzati választáson ismételten nem az fog nyerni a 8. kerületben, akit Kocsis Máté szeretne. Politikai kontextushoz is akkor mondok azért pár gondolatot, mert nyilván sokat gondolkodtam én is azon, meg gondolkodtunk a szervezetben is, hogy miért történik ez a lejárató kampány velünk szemben. És nyilván az, amit a Péter elmond a Mátéval kapcsolatban, hát az így van. Tehát, hogy Kocsis Máténak ez egy személyes ügye. Ugye arról van szó, hogy az előző két választást Józsefvárosban ő és az ő embere nagyon csúnyán elbukta. Itt a hűbérbirtok szó egyébként egy nagyon jó kifejezés abban a szempontból, hogy nem csak arról van szó, hogy az ő polgármestere van vagy nem, az ő országgyűlési képviselője van vagy nem, hanem arról is van szó, hogy itt egzisztenciális problémái is felmerülhetnek Kocsis Máténak. Ha valaki bemegy a Fidesz frakció alkalmazottai köré, ott kb. Mindenki 8. kerületi, mert hogy amikor elvesztették a polgármester választást, akkor az embereit át kellett valahova pakolni, és a Fidesz frakcióba pakolta át nagyrészt, meg hát van olyan 8. kerületi önkormányzati képviselő, aki ugye a Budapest-Belgrád vasútvonal felügyelő bizottságában ül, azt hiszem 1,5 milliós fizetésért, tehát azért persze el tudja pakolni őket, de hát könnyebb lenne, hogyha lenne egy ilyen saját bejáratú önkormányzat, amit tud használni a hatalmi céljai érdekére. De szerintem nem csak ez van, tehát hogy van az a része is ennek a dolognak, hogy azzal, hogy minket támadnak, nyilván megpróbálják a munkánkat ellehetetleníteni, megpróbálnak egy nagyon erős nyomást helyezni ránk, és egyébként emellett pedig megpróbálnak felemelni is minket. A Fidesz rendszerének része az, hogy különböző pártokat lefelé tol, fölemel, különböző szervezeteket felerősít, megpróbál lefelé tolni. És itt az van, hogy nyilván nagyon kényelmes lenne a Fidesznek, hogyha lenne még egy párt, ami megjelenne ebben az ellenzék izében, akik szociáldemokraták, de le lehet őket kommunistázni, lehet az antikommunista retorikát betolni ebbe az egész rendszerbe, és rá tudnának minket rakni arra a sínre, hogy ugyanazt csináljuk, amit az elődeink csináltak, az LMP vagy a Momentum egyébként, hogy ahelyett, hogy megpróbálunk a társadalom szövetébe belépni, megpróbálunk szerves kapcsolatot kiépíteni, megpróbálunk túllépni egyébként az Orbán, nem Orbán törésvonalon, a globalizációs törésvonalon, ahelyett menjünk az egyszerű hatalom után, és menjünk a pártpolitikai mezőbe belépve tovább. És szerintem ez egy nagyon erős kényszerpálya, és ezzel nekünk kell valamit kezdeni, és szerintem fogunk is tudni kezdeni ezzel a kérdéssel majd valamit, szerencsére még nem aktuális a teljes része, de hogy szerintem ennek van egy ilyen politikai dimenziója, hogy ők akarják meghatározni, hogy mi kik vagyunk és mit csináljunk alapvetően. A politikai részét mindjárt folytatjuk, még annyiban maradjunk ennél a témánál, hogy ezt a rendezvényt azért végül mégis sikerült megtartani, de sok olyan példát hallani, hogy ennél a kisebb helyeken a nyilvánossághoz kevésbé hozzáférő embereknek ez nem sikerül, olyan esetekben, amikor egyszerűen csak néhányan össze akarnak ülni, szervezett módon beszélgetni közéleti kérdésekről kritikusan. Nekik mit mondanátok? Mit csináljanak, hogyha ilyen helyzetben vannak? Akkor kezdem én szerintem. Nagyon nehéz ezeknek az embereknek, de mi is gondolkodunk mindig ilyen innovatív politikai eszközökön, új formátumokon. És mondjuk az egyik ilyen dolog, ami így az elmúlt években elkezdtünk vele kísérletezni, az, hogy
ne csak nyilvános rendezvényhelyszíneken legyünk, hanem tartsunk utcafórumokat is, amiket ugye be lehet jelenteni gyülekezésként, és nem csak zárt térben működik ez, hanem akár így is, mint ahogy most itt vagyunk a Népligetben, bár nyilván az időjárás az ilyenkor tudja nehezíteni a dolgunkat, de szerencsére sokan itt vannak ma is. A másik lehetséges eszköz, amivel mondjuk egyébként mi kevesebbet próbálkoztunk, de szintén ott van a radarunkon, és tudom javasolni, azok a lakásfórumok. Tehát, hogyha csak egy ember van, aki szervezne ilyen beszélgetést, találkozót, és a ismerősi körét elhívná, akkor 5-10 ember össze tud gyűlni egy lakásban. Ezek nyilvánvalóan korlátolt eszközök, tehát ez nem ugyanaz, mintha egy művelődési házban lennénk, de ilyen alternatív utakat kell sajnos keresnünk. Mondanám azt, hogy 2023-ban, de valójában már az elmúlt pár évben is ezt az ilyen alternatív program tervezést, ezt el kellett kezdenünk. Mikivel nagyjából egyet tudok érteni? Én is. De szerintem, amit még érdemes elmondani, az az, hogy egyébként például egy ilyen lakásos helyzet, az nem csak arra jó, hogy egy rendezvényt tartsunk, hanem arra, hogy közösség épüljön. És ez nem kell egy párt egyébként, vagy nem kell egy civil szervezet. Tehát olyan kis településeken például, ahol mondjuk nincsenek pártok meg civil szervezetek, szerintem kis településből azért lassan sajnos, a Fidesz is párt, bocs. De hogy ez lesz a többség alapvetően. Ott egyébként az, hogyha emberek, akik ismerik egymást, összegyűlnek, hogyha az online-ból át tudnak hozni embereket, akikkel tudnak beszélgetni, stb., ebből már egyébként tud olyan politika képződni, ami aztán a helyi ügyekbe bele tud szólni, és akár utána az országos politikába be tud kapcsolódni. És egyébként szerintem nekünk dolgunk az, hogy ezeket a formulákat ne csak így a szervezetünkön belül csináljuk, hanem hogy indukáljuk azt is, hogy létrejöjjön a Momentumom az LMP-n kívül, valamelyik párton kívül, vagy olyan szervezeten, mint a Szikrán kívül is ilyen módszertanok, és abból pedig konkrét cselekvések. Itt arról van szó egyébként, hogy így a gondolkodás az azért kell, és például az ilyen beszélgetések is azért kellenek, mert a konkrét politikai cselekvés az ebből jön létre. És egyébként szerintem ez a most persze a hatodik oknál tartunk kb., de ez is az egyik oka annak, hogy miért nem szereti a Fidesz, hogyha Budapesten kívül például ilyen rendezvényeket tartanak, mert létrejönnek a gondolkodás terei, és abból veszélyes dolog jöhet létre, politikai cselekvés. Ha viszont már itt vannak ezek a szereplők, akkor jöjjön tényleg az érdemi politikai vita. A nyár egyik ellenzéki belpolitikai vitája az pont LMP-s és Momentumos szereplők között zajlott. Részben konkrétan Ungár Péter és Momentumos politikusok között. Ha nagyon röviden össze akarom foglalni, és egyébként erről azért gondoltam, hogy érdemes beszélni, mert egy kicsit önmagán túlmutató dolognak tűnik, tehát hogy arról szól, hogy milyen módszereket érdemes az ellenzéknek választani. Röviden arról van szó nagyjából, hogy Ungár Péter szerint a Momentum az kisiklatta az pedagógusoknak a bérharcát azzal, hogy összekötötte kordonbontással és egy ilyen rendszerellenes üggyel. A Momentum szerint pedig, amit konkrétan Kele János elnökségi tag fogalmazott meg leginkább, Ungár Péter egy ilyen, és az LMP egy ilyen rendszerkonform, nem valódi ellenállást folytat. Úgyhogy most itt vannak a szereplők, egymás szemébe mondva el tudják mondani, úgyhogy kérem, hogy ütköztessétek az érveiteket. Kicsit olyan ez, mint a Mónika Show-ban, amikor elhúzzák a falat, nem? Én szívesen elkezdem, aztán meglátjuk, hogy hányszor viszont válaszolunk egymásnak. Szerintem, szóval nyilván 2022 után, a negyedik kétharmad után minden párt részben önvizsgálatot gyakorol, részben meg önmagán túlmutatóan is gyakorol egy vizsgálatot, hogy hogyan politizáljon másképp. És ez a konkrét vita, ez most így nagyítóval ráfókuszál a kordonbontás kérdésére, de azt azért fontos leszögeznem, hogyha én azt gondolnám, hogy a politika csinálás önmagában a kordonbontásról szól, akkor én valószínűleg rég kiszálltam volna ebből. Tehát nyilvánvalóan mi is azt gondoljuk, hogy ennél sokkal többről szól a politika. Az biztos, hogy viszont feladata az ellenzéki pártoknak, hogy kísérletezzen, hogy megpróbáljon olyan új akciókat, ügyeket, új szereplőket egyébként is, mert politikai aktorokról még nem beszéltünk, de szerintem óriási hiány van új politikai aktorokból
nem csak jelöltekből, de minden szempontból. Szóval, hogy feladatunk van ebben, hogy ebben kísérletezzünk, és mikor, ha nem 2022 után. Egyrészt én ezért tartom jó ügynek és jó akciónak a kordonbontást. Abban szintén vitánk van, hogy ez árt-e a pedagógusok, diákok ügyének, vagy sem. Szerintem pont azok voltak a legsikeresebb kordonbontások, amikor ezt együtt csináltuk. Szóval én nagyon remélem, hogy minden jövőbeni ügyben is egyébként ez az eszköz, mint szimbólum, rendelkezésére áll, és nem lesz így tabusítva az ellenzéken belül, hogy ne menjünk már fel oda a Karmelitához, ahol egyébként a döntések megszületnek, hanem helyette, nem tudom, tartsunk egy sajtótájékoztatót. Szóval én örülök, hogy ez az eszköz ez fel lett fedezve, hogy élünk vele. Elinflálni nem szabad, de szerintem ne is tabusítsuk, meg ne is húzzuk le rögtön egyből egymásnak a kísérletezését, mert pont erre van szerintem óriási szükség, meg igény az ellenzéki oldalon, hogy új eszközökkel próbálkozzon. Lehetőleg ne csak a Momentum, de minden ellenzéki párt. Igen, az első mondattal tudok egyetérteni, amely az, hogy önvizsgálatot kell gyakorolni 2022 után. És most akkor el fogom veszteni az összes néző és az összes közönségnek, minden tagjának a jó indulatát. A 2022-es vereségnek az alapvető oka az volt, hogy az ellenzék intellektuálisan satnyább ajánlatot nyújtott a választópolgárok számára, mint a kormánypártok. Történt ez úgy, hogy valójában az ellenzék nem nyújtott intellektuális ajánlatot, ebből adódóan a kormánypártnak az a relatív rossz absztrakciós képességű intellektuális ajánlata is jobb volt. Tovább megyek. Volt az ellenzék buktája után nagyon sok önkritikus mondat, ezek közül nagyon sok jó önkritikus mondat volt a Momentumtól. Elhoztam magamnak kinyomtatva, mert ugye a Donát Annára készültem, csak nem tudott jönni, és jobbulást kívánok neki. Tehát Donát Annának volt egy Magyar Hang publicisztikája, amelyben hosszan kifejti, hogy elege van abból, hogy csupán feszültség levezetés miatt radikális ellenzéki tüntetéseket tartunk, azért, hogy utána és sajtótájékoztatót, de ez is egy sajtótájékoztató, mert ugyanúgy kimennek a reggeli várbusszal a 444-es telexes újságírók, csak nem az irodaház elé jönnek. Tehát ugyanúgy ilyen különböző média figyelem szempontjából fontos radikális akciókat tartanak, amelyek feszültséget levezetnek, kollektív cselekvésük nincs. Ezt leírta Donát Anna, ezzel szemben a Momentum rendkívül következetlenül szinte csak ezt csinálta. Véleményem szerint ez rossz. Ettől még, mert véleményem szerint rossz, nem gondolom, hogy egy illegitim dolog. Nagyon sok minden rossz véleményem szerint, a slam poetry vagy noir, mégse gondolom, hogy illegitim lenne. Az a helyzet, hogy az intellektuális ajánlatot kell jobbá tenni, és az intellektuális ajánlat része az, hogy a politikában fontossági sorrendet tudjuk fölállítani. Probléma, hogy Simor Dániel Telex nem tud kérdezni Varga Judittól, ez egy probléma, ez a probléma kevésbé fontos, mint az, hogy mennyit keres a pedagógus, vagy mint hogy 68 ezer forint az ápolási díj. Lehet ezzel nem egyetérteni, tehát lehet azt állítani, hogy Péter tévedsz, fontosabb az, hogy a Telex nem tud kérdezni Varga Judittól, csak akkor nem értünk egyet. Ami nem egy nagy etvasz, mert azért így érvelő emberek között ez elő-elő fordul, csak akkor meg kell védeni ezt az állítást, hogy fontosabb a média helyzet. És a másik. Tehát az a világ vicce, és most próbálom nem érzelmi alapon megfogalmazni, és egy ilyen önterápiát mindjárt nagy pár másodperc alatt végrehajtok. A világ vicce az, hogy elvárja mindenki azt, hogy beszéljünk együtt szépen arról, hogy milyen módon lehet a rendszer ellen küzdeni, de ha valaki mást mond, akkor kollaboráns. Tehát holnap, vagy holnap után, vagy nem tudom mikor van, Tompos Márton fog a tranziton vitatkozni a Fidesszel, és amikor a Kanász Nagy Máté elmegy Tusnádra, akkor el van mondva, hogy mi kollaboránsok vagyunk. Ez azért van, mert valójában egy közeg probléma is van, ami azt jelenti, hogy a Momentum részben arra szerződött, legitim dolog, ha Momentum tanácsadó testületében lennék, lehet, hogy én is ezt mondanám, ez lehet, hogy egy állásajánlatot, majd ezek küldök egy CV-t, de én is ezt mondanám, a Momentum arra szerződött, hogy az ellenzéki médiának a pártja legyen. Legitim, szerintem sikeres is lesz. Csak ne kelljen mindenkinek ezt csinálni. Tehát én két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy ne legyen az a következetlenség, hogy elmondja Momentum egyrészt, hogy nincs messiás várás, nem szabad azt mondani, hogy csökkenni fog az infláció az ellenzéki politika miatt, és nem kellenek öncélú radikális akciók, majd kiplakátolja, hogy csökkenni fog az infláció Momentum miatt, radikális akciókat csinál,
és a másik pedig az, hogy lehessen egyet nem érteni azzal, hogy az ellenzék önpicsogása a legfontosabb ellenzéki program. Szívesen leszünk a közmédia pártja is, ha oda is hívnak minket. Én azért azt gondolom, hogy szóval ezek a... Te voltatok a közmédiában mostanában? Hát azért nem túl gyakran. Nem túl gyakran. Négy évente nagyjából egyszer, de lehet, hogy kétszer is. Minden esetre ezt tegyük félre. Én egyébként azt gondolom, hogy ezek az ügyek, amikről beszélünk, itt valójában az a kérdés, hogy ezek az ügyek önmagukban fontosabbak el, mint mondjuk akár a média helyzete vagy sem. Erről lehet vitát folytatni, de szerintem az a kérdés, hogy ezek önálló ügyek-e, vagy ezek az ügyek, ezek a rendszer miatt ügyek. És az ápolók bére az nem azért alacsony, mert ez a kormány ez rosszul kormányoz, és nem tűnt fel nekik, hogy az ápolók bére alacsony. Pedagógusok bére nem azért alacsony, mert nem látnák a tüntetéseket, nem látnák a nemzetközi összehasonlításokat, hanem ennek a kormánynak ez a rendszer politikája. Ahogy ugyanúgy az a rendszer politikájuk, hogy ezeknek a területeknek nem jár egyetlen önálló tárca se. Tehát szerintem lehet ügyek mentén politizálni, csak szerintem 13 évnél után nem érdemes. Szerintem muszáj rendszerkritikát gyakorolni. Az vita tárgya, hogy ez hogyan, meg miként csináljuk, de önálló ügyek mentén nem lehet egyszerűen, én azt gondolom, akkora sikereket elérni, mint hogyha a rendszert támadjuk. Muszáj végső soron a rendszerre rámutatni és a rendszert támadni. És csak, hogy még egy dolgot behozzak, bár lehet, hogy a kordonmontás volt az, ami neked a leglátványosabb volt, de egy csomó minden mást is csináltunk az elmúlt egy évben. Tehát például volt egy sikeres helyi népszavazási kezdeményezésünk. Egerben. Az nagyon fasza volt az Eger, igen. Így van. Nektek voltak tüntetésetek, ami tök jó, hogy vannak, csak a politikai munka az szerintem egyébként nem itt ér véget, hanem ekkor kezdődik. Tehát a politikai munka valójában ott indul, hogy sikerrel végigviszek egy ügyet, és megnézem, hogy kik vettek ebbe részt, kikre tudok közösséget építeni. És velük együtt, akik egyébként nyilván abban az ügyben egyetértettek velünk, mi is velük, és közösséget építettünk, alakítottunk, dolgozunk tovább a rendszer ellen, mert egyébként ezek az emberek, amennyire én látom, 99%-ban a rendszerből is elegük van. Tehát használnunk kell erre őket, és építeni kell ilyen közösségeket. És ez a munka szerintem média szempontból sokkal kevésbé látványos, de ugyanúgy végezzük, mint ahogy szerintem bárki más is próbálja csinálni. Jámbor András mit gondol erről a vitáról? Hát gondolkoztam azon, hogy nyomjak egy Csurka Istvánt, aki ugye a 98-as választási vitán, amiközben mellette beszélgettek a többi pártvezetője, így ült csöndesen, majd a Berdes András azt hiszem felszólította, és nagyjából azt mondta, hogy ő egy vörös fröccsöt kér, mert amit ezek az idióták beszélnek, az teljesen vállalhatatlan, és nem arról szól, ami a valóság. Ennél jobb a helyzet egyébként, úgyhogy nem is kérek egy vörös fröccsöt. De hát szerintem a Mikitől elhangzott két kulcsszó, ami nagyon fontos. Az egyik, ez a sajtótájékoztató helyett bontunk kordont. És hogy erre mondta Peti azt, hogy az is egy sajtótájékoztató, mert eljön oda a 444, fölbuszozik a várba a Telex, stb. Egyik probléma az, hogy a sajtótájékoztatóra nem megy el a 444, nem megy el a Telex, mert érdektelenné vált az, hogy az ellenzék mit mond egyébként hatalompolitikai, szakpolitikai, pártpolitikai üzenetekben, és ezért följebb kerül folyamatosan az inger küszöbbe, amit a pártoknak el kell érniük, hogy valamilyen média elérés generáljanak. És innentől kezdve viszont egyre ilyen akciósabb, látványra menő, hát és egyre butább akciókat kell csinálni, mert egy kordobbantással nem lehet átvinni azt, hogy te milyen képviseletet akarsz elérni, mert hogy az lesz a hírérték, hogy kordont bontottál, és nem az, hogy egyébként nem tud Ács Dániel kérdezni a Karmelita Kolostornál, vagy nem az lesz, hogy a pedagógus béremelésért tüntetsz, hanem egyetlen egy hírérték lesz, hogy Hatházi Ákost megverik a rendőrök, vagy nem. És egyébként akkor itt azt a félmondatot vágjuk be, hogy az, ami Hatházi Ákossal történt a Karmelita Kolostornál, az egy nem képviselővel, hanem egy alapállampolgárral, bármilyen állampolgárral se kellett volna, hogy megtörténjen, hiszen ő ott egy szabálysértést követett el maximum, hogyha jól tudom, akkor szabálysértésben is intézkedtek nála, és szabálysértést elkövető emberrel rendőr nem szabadna, hogy így bánjon egyébként. De zárójelbe zárva, a
hogy van egy ilyen médiahelyzet, amire reagálunk, és az nem azért van egyébként, mert a Gergő gonosz lenne, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen átalakult a struktúrája annak a rendszernek, ahol valójában senki nem hiszi el azt, hogy mi valahogy szakpolitikát fogunk csinálni, és ezért teljesen érdektelné válik az, hogy mit gondolunk a világról egyébként, mondjuk akár az oktatás kérdésében. Tényleg van egy ilyen hihetőségi kérdés. És onnantól kezdve nem kattintják ezeket a cikkeket, és ha nem kattintják ezeket a cikkeket, akkor az újságírók nem fogják megírni. Ezt lehetne hosszabban fejtegetni, mert kicsit bonyolultabb is, de hogy szerintem nagyjából van egy ilyen alaphelyzet. A másik rész pedig, amit a Miki mondott, hogy azok, akik követnek minket, azok ezt várják el. Nem ezt mondtad pontosan, de szerintem erre gondoltál. Ebből lehet közösséget építeni. Hogy ebből lehet összegyűjteni azokat az embereket, akik akiket utána lehet politikát csinálni. Csak hogy szerintem az a probléma, hogy ha arra megyünk, hogy ezeket az embereket összegyűjtsük, és azokat az üzeneteket toljuk, amik ezeknek az embereknek a lelkét megsimogatják, akkor megint belezáródunk abba a csapdába, ami egy maximum szavazatszámot húzza az ellenzék fölé. És a erőforrás szerzünk, de megint az van, hogy azt a tortát, ami az ellenzéki szavazók tortája, és egyébként egyre melegebb van, mert klímaválság van, és azért olvad szét, és egyre kisebb lesz, azt folyamatosan daraboljuk újra, és mindenki próbálja a kis torta elemét behúzogatni magának, és egyébként tök jogos alapállítás az, hogy ebből lehet erőforrás gyűjteni, csak valójában ki kéne lépni ebből a helyzetből, és nem, hát szerintem hazudni, szerinted nem hazudni, kéne ezeknek az embereknek, hanem elmondani, hogy ez így nem fog menni. Hogy nem fog menni az, hogy a kisvárosi, nagyvárosi, nem hardcore ellenzéki szavazóknak nem mondunk semmi olyat, ami az ő életükkel foglalkozik. És én nem gondolom azt egyébként, hogy a kisvárosi, nagyvárosi szavazóknak mondanánk dolgokat, és hát el is jutna hozzájuk a médiában, azzal egyébként lehetne választást nyerni. Szerintem sokkal több probléma van itt, mint hogy rossz volt az ellenzék ajánlata. Ez egy kifejlődőben lévő, ha még nem kifejlődött diktatúra felé hajló rendszer. Azért ennél sokkal nagyobb ebben a feladat, de nem hiszem el azt, hogy vagy én nem látom azt a politikai stratégiát, amiben az ellenzéki kemény magnak újra és újra üzeneteket küldve lehetne hosszú távon építkezni. Mert pedig azt szerintem a legnagyobb hazugságunk az az, hogy 2025-ben is el fog majd hangozni az, hogy nyerni fogunk jövőre. És azért fog ez elhangozni, mert ha nem hangzik el ez, akkor nem tudod motiválni a szavazókat, nem tudod őket elvinni az urnához, és nem tudod még azt a minimális erőforrás sem megtartani, ami ebben a rendszerben a rendelkezésedre áll. Ide már kicsit később fogunk eljutni. Természetesen most abban nem szeretnék abba az utcába belemenni, hogy akkor én kezdjek el válaszolni arra, hogy a média az miért úgy működik, ahogy, mert nem azért jött ide senki. Úgyhogy én ezeket most el fogom engedni, megyünk tovább. Viszont van az ilyen vitákban felszokott merülni, hogy most mi a szimbolikus ügy és mi a valódi kérdés, ami egy kicsit ilyen elméleti ebben a keretben, de akkor mondjuk az, ami a szikra körül történik, és az, hogy egy ilyen szervezet nem tud megrendezni egy ilyen tábort, az a résztvevők szerint egy szimbolikus ügy vagy egy valódi kérdés? Szerintem én ezt a szimbolikus ügy dolgot én toltam fel még tavaly áprilisban, és szerintem ez egy, tehát hogy így, ez egy önmagát értelmező fogalom lett, vagy nem tudom, mert hogy nyilván mindennek van egy ilyen morális realitása, tehát hogy minden politikai történés nem csak arról szól, hogy itt ez így megtörténik, hanem arról, hogy mit gondolnak erről emberek, hogyan értelmezik, hogy ide csaptam most ezt ide raktam ezt a dolgot, na csaptam vagy raktam, ugye ez már egy értelmezési keret ebben, tehát ilyen szempontból minden szimbolikus ügy. És hogy nem ez a kérdés szerintem, hanem az a kérdés, hogy alapvetően ezt hogyan lehet politikailag használni, hogy te szimbolikus ügyként, tehát te az ilyen morális vetületében akarod ezt keretezni. Merült fel ez így, mert ez, ugye, ezekben a vitákban egy kicsit ki van élezve, hogy akkor most szimbolikus ügyekkel foglalkozik az ellenzék, vagy valódiakkal, és ezt szerettem volna, hogy akkor a tényleges ügyekkel ütköztessük. Akkor rövidebbre fogom. Akkor inkább azt mondom, hogy nem ez a kérdés szerintem, és ebben én is tévedtem mondjuk egy évvel ezelőtt. Szerintem nem az a kérdés a kordonbontás kapcsán, hogy jó eszköze a kordonbontás vagy nem, hanem az a kérdés, hogy mi az a stratégia, amiben ez beleilleszkedik. Tehát, hogy az a stratégia, nyilván abban a stratégiában, hogy az ellenzéki szavazókat összegyűjteni, és nekik olyan erőt mutató akciókat tolni, amivel egyébként te tábort tudsz építeni az ellenzéki szavazókon belül, erre a stratégiára a kordonbontás egy jó akció. Arra, hogy
ha már úgyis itt egy ilyen partizános díszletet raktak mögöttünk össze, hogy többséget szerezünk, leváltsuk ezt a rendszert, hogy megvalósítsuk azokat a társadalmi ígéreteket, amiket gondolunk a világról, és amiket el szoktunk mondani, arra nem jó eszköz a kordonbontás, mert el fog ijeszteni egy csomó olyan embert, aki potenciálisan szavazó lehet, és nem beszél hozzájuk. Szerintem először is majd valamikor kérlek jelezzétek, hogy a média vitára, valamint hogy arra, hogy Magyarországon a média lehetetlené teszi-e a választási győzelmet, mikor lehet reagálni, mert arra készültem. Tehát ezt csak szeretném jelezni, hogy ha van ilyen lehetőség, akkor mondjátok. Én még mindig ide térnék vissza, hogy szűkíti. Azért a szimbolikus lehet, hogy nem jó szó, nem szeretnék egy ilyen jellegű szóró-szóra vitába belemenni. Az a baj ezekkel, hogy szűkíti. Pankotai Lili megjelenése az oktatási tüntetésen szűkíti azokat, akik egyetértenek vele. Mert egy radikális ellenzéki kemény magnak a kivetülése, és ugye hát van a stílusvitánk a Slam Poetry-vel, de ez most mindegy. Akkor, hogy minden egyes tüntetésen ott a Noir, ez szűkíti azt, hogy emberek egyetértsenek vele. Hogyha lenne egyszer közmegegyezés Magyarországon, az lenne, hogy a jobb oldal a Tóth Gabit, a bal oldal a Noir-t egy időre szájzárat rakna rá, és akkor ez kicsit segíteni a társadalmi párbeszédet. Az, hogy minden tüntetés Orbán Viktorról szól, szűkíti azt a tüntetést. És ezt szeretném mondani, hogy itt nekem a problémám veletek az, hogy a politikai ilyen közbeszédben, meg akik politikai újságírással foglalkoznak, azok azt mondanák, hogy hármunk közül én vagyok a legközelebb Gyurcsány Ferenchez, ez bizonyos szempontból igaz. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy nincsenek ügyek, csak Orbán Viktor van. Ezt mondja Hajnal Miklós is. Tehát a Momentum, amit állít, annak valójában nincs politikai vitája a demokratikus koalícióval, az a Gyurcsány Ferenc és felesége nélküli gyurcsányizmus. Nekem az a vitám Gyurcsány Ferenccel, hogy nem igaz. Nincs Orbán Viktor, csak ügyek vannak, mert hogyha Orbán Viktorra redukálsz minden egyes ügyet, akkor semmi más nem jön ki a szádon, mint Orbán Viktor, és akkor először azt gondolod, hogy hú, hogy tudok választást nyerni? Volt egy ilyen közös jelöltünk sajnos, aki elmondja, hogy az elmúlt 1000 év legkorruptabb magyar kormánya nem sikerült következő választáson, az elmúlt föltörténeti kor legkorruptabb magyar kormánya. És hogyha még ez se sikerül, akkor valami univerzális dolgot mondok. És az a probléma, hogy ezek a logikák ezt vetítik előre. Én, András, te pontosan tudod, mert velem beszéltem. Én a 22-es választás előtt meg voltam győződve, hogy nyerünk. Ez azért volt, mert egy Karácsony Gergely nevű ember elmondta a fülemre, és elhittem neki, akkor ezt negyedjére követtem el ezt. És ezért én elhittem. Én azt gondolom, hogy le lehet győzni ezt a rendszert választáson. Lehet velem nem egyetérteni, de akkor ne induljatok el az EP választáson. Meg akkor nem kell elindulni választáson, ha azt gondoljátok, hogy nem lehet őket legyőzni. Persze el lehet utána mondani azt, hogy Szerbiába is bojkottálták, milyen rossz vége lett, de összességében az a helyzet, hogy aki azt gondolja, hogy itt választáson nem lehet győzni, és aki azt gondolja, hogy olyan a médiahelyzet, ami nem, mert mondom, kinyomtattam, aki azt gondolja, hogy olyan a médiahelyzet, hogy nem jutnak el az információink, azok szerintem tévednek, és egy utolsó mondat, amikor nagyon nagyot nyert a konzervatív párt Nagy-Britanniába a John Majorrel, úgyhogy akkor már mindenki biztos volt, hogy a munkáspárt nyer. És akkor jöttek ki a eredmények, a választókerületek. És azt mondta a BBC-n az egyik tudósító a másiknak, úgyhogy benne volt a vonalban az egyik konzervatív politikus, hogy látszik, hogy itt nem olvassák a Guardiant. Mire azt mondta a John Major helyettese, hogy nem, hanem olvassák a Guardiant, és azért szavaztak ránk. Lehet, hogy ez inkább a problémánk, mint az, hogy folyamatosan azt mondjuk, hogy a nem velünk együtt gondolkodó emberek információhiányba szenvednek. Nincs könnyű dolga annak, aki az alapján, a válasz alapján meg tudja mondani, hogy a szikra körüli dolgok azok szimbolikus vagy valódi ügyek, de akkor Hajnal Miklós. Hát megpróbálok röviden válaszolni rá, szerintem politikai kommunikációban, ha én lennék a szikra tanácsadója, most úgy tűnik, hogy mindannyian ilyen tanácsadói sapkákat veszünk fel, én politikai kommunikációban mindig azt tanácsolnám, hogy ilyen támadásokkal ne foglalkozzunk sokáig, hogy ez a rendszer része, hogy kiszemel, akár azért, hogy lejjebb nyomja, akár azért, hogy felemeljen, ellenségeket, képeket generál, de operatív szempontból szerintem igenis sokat kell vele foglalkozni, és ezt a részét a politika csinálásnak hajlamosak vagyunk elfelejteni. Tehát ha lenne valakinek egy olyan Excel táblája, amiben mondjuk
nem is kell, hogy 3200 települése, hogyha csak a 150 legnagyobb magyar településre tud mondani egy helyszínt, ami befogad minket, és csinálhatunk ilyen beszélgetéseket a jövőben, én azért nagyon hálás lennék, és szerintem így mindannyian még akár össze is crowdfundingolnánk rá, ilyen dolgokra szükség lenne az ellenzéki politikában, és szerintem ilyen jelenleg konkrétan egyetlen ellenzéki pártnak nincs ilyen listája. És ez a szomorú, hogy nincsenek meg ezek a terek, nincsenek meg adott esetben, van, ahol nincsenek meg az emberek hozzá, szóval én azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkoznunk, ezek részben nyilván az ellenzéknek a saját erőforrás hiányosságai, amin elegendő munkával remélhetőleg felül tud emelkedni, de részben nyilván ezek a rendszernek is a gátjai, amivel muszáj valahogy megküzdenünk. Szóval én így foglalkoznék ezzel a kérdéssel, azzal, hogy nem tudom, mit ír az Origó a szikráról, azzal szerintem nem érdemes foglalkoznunk. Peti, hát szerintem is van esély megnyerni a választásokat, leváltani a Fidesz. Arra is van esély egyébként, hogy a kalapácsvetésben az atlétikai VB-n jó eredményt fogok elérni. Csak nem készültem erre az elmúlt 15 évben. Tehát, nem az a kérdés szerintem, hogy le lehet-e váltani a Fideszt egy választáson vagy sem. Nyilván le lehet, az a kérdés, hogy erre mennyi az esély, és hogy ezért teszünk-e meg dolgokat. Szerintem a fő vita témánk a Mikivel az, hogy az a kordonbontós dolog, az nem ebbe az irányba visz. De szerintem az, amikor 166-szor elmondott, hogy a Noár, Pankotai Lili, stb. Ez ebbe az irányba visz, mert nem a Pankotai Lilivel meg a Noárral van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy egyébként az ellenzéken belül számukra például milyen politikai ajánlat van feladva, és hogy ők milyen gondolatokból merítkeznek, és ebből milyen cselekvés jön létre. Egyébként azt gondolom, mert a médiakritikai részednek egy állítása, de hogy például arra szerintem ennek a kis rendezvénynek, ami egyébként már nem is olyan kicsi, az a jelentősége, hogy ezek a viták játszódjanak le, mert anélkül azok a politikai aktorok, akik civilként, nem civilként, mozgalomként, nem mozgalomként, pártként, nem pártként politikai cselekvést hajtanak létre, hogyha nincsen meg az a gondolat, hogy ezt hogy kell csinálni, milyen alternatívák vannak egyáltalán, mert valójában a kordonbontás nem alternatívája egyébként a 2022 előtti politizálásnak, hanem egy másfajta módon való továbbvivése annak, hogy ezekről sokat kell beszélnünk, mert nincsen tudásunk róla. És nincsen erről beszéd a pártpolitikai szereplők között se legalábbis, amennyire én tapasztaltam, nincsen beszéd arról, hogy mi a politikai cselekvés egyáltalán, vagy mi a cél. Mert cél nélkül kicsit nehéz például stratégiát csinálni, és az a cél, hogy leváltjuk a Fidesz, szerintem ez nem egy olyan cél, ami egy önmagában kibontható lenne. Mindjárt most már elszakadunk a Karmelita Kolostortól meg a kordontól, de hogy még csak van egy idézet, ami azért jól illik ide, mert hogy konkrétan ezek a résztvevők vannak itt, hogyha Donát Anna jött volna, hogy az eredeti tervekben szerepelt, akkor nem annyira illene ide, így viszont, hogy konkrétan Hajnal Miklós van itt, őt Ungár Péter emlegette nemrég egy podcastjában, konkrétan a kordonbontása összefüggésben, és ezt szeretném idézni. Ez most egy ilyen podcastban elmondott szöveg, szóval ezért próbálom visszaadni, de hogy nem egy leírt, nagyon szabatos dolog. Az egész pedagógus ügynek, az egész tüntetésnek elit hangulata volt. Volt egy kép a Telex címlapon, beleégett az agyamba, ahol egy roma származású rendőrrel ordítanak, és itt van a Hajnal Miki, akit nagyon kedvelek, de úgy néz ki, mint egy angol magániskola prospektusából lépett volna elő, és ott vannak ezzel a kislánnyal, és ordít a fülébe ennek a roma rendőrezredesnek, az egésznek elidegenítő hatása volt ettől. Szeretném kijelenteni, hogy itt is elmondtam, hogy nagyon kedvelem a Mikit. És ezek a podcastek, ezek vajon növelik, vagy szűkítik az ellenzék szavazótáborát? Szerintem nagyon nehéz elvárni emberektől azt, hogy folytassátok le ezeket a beszélgetéseket, de még véletlenül se egy kamera előtt úgy, hogy valakinek legyen lehetősége megnézni. Tehát nagyon könnyű a kettő állításnak a koherenciájából kiindulni. Amúgy véleményem szerint, ahol ez elhangzott, ami ha jól tudom, a Ceglédi Zoltánnal volt, ha jól lehet? Igen. Igen. Szerintem ott nagyon sok olyan állítás fogalmazódott meg, ami a 2022 előtti, tehát most nem médiakritika, meg nem Pankotai Lilitek, meg nem túlfogalmazok, ami a 2022 előtti ellenzéknek az állításaival való problémáról szól, és szerintem ezeknek az állításoknak a problémáiról kéne beszélni, mert amíg ugyanazt mondjuk, és arról beszélünk, hogy jaj, azért nem szavaznak ránk, mert Toronyba nem hallották, de hallották Toronyba, csak nem tetszett nekik.
Nem az volt, hogy nem hallották, hallották, nem tetszett nekik, nem kértek belőle. Úgyhogy talán ebből kéne kiindulni ahelyett, hogy utána abból várjuk el, hogy toronyba ránk szavazzanak, hogy elmondjuk, hogy információhiányosak. Tehát próbáljuk meg az állításainkkal foglalkozni, és a kordonbontás, még ennyit csak a Jámbortól hadd emeljek ki, volt a rabszolgatörvény tüntetés. Valahogy a közmédiába került, ott voltam, önkritikus állítás, én is ott voltam, nem tudom már elmondani miért, és nem értem a mai napig, hogy miért kellett arról beszélni, hogy a közmédia egy rossz dolog, kétségtelenül rossz dolog, ahelyett, hogy az embereket túldolgoztatják, és ugyanez a fókuszvesztés volt, és ennek a folytatása a kordonbontás. Most kicsit így visszamegyünk az időben, ugye 2018-at írunk, amikor ezek a rabszolgatörvényes tüntetések voltak, és én nem voltam benne a közmédiában, mert nem voltam parlamenti képviselő, ezért nem mehettem be. Ma már a parlamenti képviselők sem mehetnek be, mert azóta módosították ezt a szabályt. De szerintem kettő szempontból nagyon fontos volt az akkori tüntetés sorozat és az ellenzék szerepe az akkori tüntetés sorozatban, sőt három. Egyrészt valójában akkor teremtődött meg először az ellenzéki egység, ami 2018-ban ugye még nem is indultunk egy választáson, együtt egy választáson, 2019-ben az önkormányzatokban igen, és ez a rabszolgatörvénynél indult el ez a fajta kooperáció közös, még ha csak operatív szintű is, de egyeztetés. Aztán ennek lett egy politikai szintje. Másrészt a rabszolgatörvényes tüntetések voltak szerintem talán a pedagógus tüntetések mellett az egyetlen olyan tüntetések, amelyek vidéken is, sok helyszínen több száz embert megmozgattak, sőt szerintem többeket is, mint a pedagógus tüntetések. Voltak olyan képek, hogy Egerben 1000 ember kint van. Ezek óriási lehetőségek az ellenzék számára, amelyeket sokkal jobban meg kell ragadnunk a jövőben, hogyha még lesznek ilyenek, és ezeket ezt az 1000 főt vinnünk kell magunkkal a jövőben is, együtt dolgozni velük. És akkor a közmédiára reagálva, abban az 5 pontban, amit egyébként ezeken a tüntetéseken terjesztettünk, pontosan benne volt egyébként a rabszolgatörvényre reagálva. Hát én most nem tudom neked... Kösz a kérdés, a 2018-as 5 pontot visszakérdezed, de pontosan benne volt az is, hogy olvassuk fel a közmédiába ezeket a követeléseket, és nem az volt a közmédiába bemenésnek a célja, hogy itt most a politikusok nem tudom, a padlóhoz vágják magukat, vagy nekifussanak az ajtónak. Az volt a közmédiába bemenés célja, hogy beolvassuk ezeket az üzeneteket abban a televízióban, ahol ezt egyébként nem engedik. És hogyha ezt sikerrel megcsinálják, akkor akik éppen bent vannak a közmédiában, akkor szerintem most nem lenne ez a vita, hogy az jó volt-e vagy sem, de nagyon rég volt, mert igen, ez rég, ezen most szerintem lépjünk is túl, az elitizmus kérdésre akarsz reagálni. Nem, a Peti ezt szerintem 5 éve elmondja velem szemben, én ezt bóknak veszem tőle, más nem reagálnék. Ez egy tökéletes stratégiai kérdés az a rabszolgatörvényes dilemma, mert hogy szerintem Karácsony Gergely valószínűleg nem lenne Budapest főpolgármestere, hogyha akkor az a tüntetés sorozat nem így megy végbe, mert nagyon máshogy alakultak volna az ellenzéki egyeztetések, stb. Tehát, hogy tényleg ott jött létre az összefogás így ilyen üzében. De közben meg az van, hogy én a legalábbis 100%-ig azt gondolom, hogy az, hogy ott nem a bérből és fizetésből élők dolgaival ment tovább az ellenzék, az egy folyamatnak a része, amiben bezárja magát az ellenzéki pártok, stb. És hogy így mindkettő útra van jó állítás, tehát hogy mindkettőnek van haszna, az a kérdés, hogy ez egy stratégiai dilemma, amit szerintem mindenkinek el kell döntenie, meg közösen is el kell dönteni, és én azt látom, hogy 2022 valójában azért elég jól eldöntötte, hogy mi a maximum foka annak, ami ott a tévészékházban történt. Jó, érkezzünk meg 2023-ba. Az a helyzet most, hogy a 9. hónapja a zsinórban a legmagasabb az infláció Európában. Negyed év egymás után csökken a GDP, a gazdasági teljesítmény ilyen 1996 óta nem volt. Olyan megszorításokat vezetett be a kormánya a választás óta, ami azelőtt elképzelhetetlen lett volna, és minden mellett azt látjuk, hogy a Fidesz támogatottsága lényegében nem változott a választás óta, és a ellenzéki pártoké sem különösebben. Az itt jelenlévők szerint ennek mi a magyarázata? Aki éppen nem... Három dolog, ami ebből a szempontból fontos. Azt gondolja szerintem a magyar választópolgárok többsége, és ezt nem csak szerintem gondolja, hanem ez a számokból látszik,
hogy rengeteg kritikája van az Orbán kormánnyal, de ennek ellenére nem lát jobb alternatívát, illetve azt látja, hogy ha valamilyen módon a széttöredezett és sok szempontból alkalmatlan ellenzék kezébe adná a magyar kormányzást, akkor az rosszabb lenne. Tehát az alternatíva hiány szerintem az első. A másik az, hogy, és ez számomra szomorú, kezdjük elveszíteni azt a közpolitikai vitát, amely arról szól, hogy a szankciók, illetve az ukrán háborúval való hozzáállásban mi a helyes. Véleményem szerint a szankciók jók, ezt azóta is, akkor is mondtam, azóta is mondom. Ennek ellenére azt gondolom, hogy azzal viszont kéne valamit kezdeni, hogy a választópolgároknak lassan a döntő többsége ezt nem így gondolja. Tehát lehet nevetni, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy szankciós infláció, csak meg kéne érteni szerintem a nevetés helyett, hogy miért van az, hogy ez valamennyire működik. A harmadik pedig az, hogy véleményem szerint a 22-es vereséget nem érzékeljük kellő nagyságában. Tehát azért az dráma volt. Meg elvesztettük, most nagyon Pest megyéből elvesztettünk 12-ből 12-t, vidéken elvesztettük Szombathelyen a Derkovics lakótelepet. Tehát dráma, tragédia. És abból nagyon nehéz fölállni. És mi ennek a drámának az oka? Az a drámának az oka, és ebből a szempontból 22 nem volt régen, hogy a megélhetési kérdéseket abban a kampányban átengedtük a Fidesznek. A megélhetési kérdésekkel kapcsolatos állításokat ők fogalmazták meg, és ez jelentette azt, hogy a tradicionálisan szocialista típusú választó vagy szavazókörökben is vesztettünk. Az, hogy Magyarországon azok körében is a Fidesz a legnagyobb párt, akik ápolási díjon vannak, az nem azért van, mert azt gondolják, hogy elegendő számukra a 68 ezer forint ápolási díj, hanem mert azt gondolja, hogy ha az ellenzék hatalomra kerül, bizonyos monomániás pártokon kívül, amúgy kettő ilyen van, a többi nem szándékozik megemelni. Ez a probléma. És még valami, az ellenzék meg a pártoknak a viszonyaiba. Az is nagyon zavaró szerintem, hogy elindult egy messiás casting, ez a messiás casting tart a mai napig, ennek a demokratikus koalíció volt a legőszintébb résztvevője, utána rögtön megindult mellé a Momentum, és a liberális értelmiség pedig, vagy ha nincs éppen magával elfoglalva, akkor fel fog zárkozni harmadiknak. És véleményem szerint ez is elveszi a teret attól, hogy a megélhetési kérdésekről lehessen beszélni. Egy évvel a választások előtt volt egy közvéleménykutatás, ugye vannak ilyen közvéleménykutatások, amik nem csak pártpreferenciát mérnek föl, hanem azt is fölmérik, hogy kit tartanak bizonyos dolgokban kompetensnek. Egy évvel a választások előtt a nyugdíj kérdésében az ellenzék volt inkább kompetens, a szociális ellátások kérdésében az ellenzék volt inkább kompetens, a béremelés kérdésében, bérhelyzet kérdésében az ellenzék volt inkább kompetens. Tehát ebben a szociális és gazdasági témákban is még inkább az ellenzék volt kompetens a választók többsége szerint. 2022 áprilisában ugyanez a közvéleménykutató megcsinálta ugyanezt a közvéleménykutatást, és az összes témában a Fidesz volt kompetensebb a választók szerint. Hát ebben az egy évben, ahogy Peti mondja, ledaráltuk azt a képességét, azt a hitelességét, maradékát az ellenzéknek, hogy de legalább a alsó középosztálya, középosztály lecsúszó részével tudna vagy akarna foglalkozni, hogy itt azért még volt egy olyan időszak, amikor a Medgyessy Péter megcsinálta a 100 napos programot, meg azért még Kádár János is, és hogy ezt a teljes gondolatot és képességet gyakorlatilag nem egy év alatt, de ennek az egy évnek a végén sikerült ledarálni. És én nagyon szeretem a történelmi példákat, úgyhogy megint ugrani fogok egyet. 2014-ben voltak ugye a netadós tüntetések, amiután brutálisan beesett a Fidesz támogatottsága, és emlékszem, még Hont András is azt mondta, hogy most már itt már vége a Fidesz rendszerének. És közben meg tök egyértelmű volt, hogy itt van négy ellenzéki párt volt, egyiknek sincsen 15% fölötti támogatottsága, talán a szociknak volt akkor 20, de hogy addig, ameddig nincsen erő, amiből elhiszik az emberek, hogy ők meg tudják változtatni azt a helyzetet, amiben vannak, addig nagyon nehéz, főleg egy most már ilyen rendszerben elhinni azt, hogy itt változás lesz. És szerintem nem az is van, hogy így nem is beszélünk ezekről a témákról, tehát hogy én nem emlékszem sajnos a saját frakcióm és a ti frakcióitoknak se nagyon az inflációval kapcsolatos mondására például. És persze ezek szakpolitikai kérdések, de hogy egyébként én is azt gondolom, hogy a szankciós infláció
kérdést, azt veszítgetjük el. Szerintem még nem veszítettük el, de hogy hát semmit nem mondunk valójában. Azt mondjuk, hogy mindig ezt, én is ezt a Facebook posztot szoktam kiírni, hogy éppen mennyi az infláció. Tök jó. Vagy hát éppen nem. De hogy így mi történik? Mitől lesz másként ez a dolog? Tehát, hogyha nem is képzünk alternatívát, akkor nagyon nehéz az, hogy valaki elhiggye, hogy mi mást akarunk csinálni. Ez egy olyan kérdés, amiben inkább egyetértünk szerintem most mindannyian itt az asztalnál, mint hogy vitatkozunk, szóval én is inkább csak kiegészítéseket fogalmaznék meg. Az egyik az, hogy elveszítjük jelenleg ezt a versenyt a szavazók gondolatvilágáért, hogy ebben a kérdésben kinek adnak igazat, vagy mit gondolnak valóságnak, inkább, mert ez ilyen párhuzamos valóságok versenye már sajnos, de ezt a versenyt ezt nem csak azért veszítjük el, mert egy intellektuális deficit van mondjuk, hanem a rendszer működése az azért nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy mi elveszítsük ezt a versenyt, és nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az ellenzék minden versenyt, ami van minden ügyben, az minden választással, a következő választással elveszíti. Tehát azért ilyenkor szerintem muszáj beszélni a rendszer lényegéről, hogy amikor ki van plakátolva az egész országban, hogy 97% mit gondol a szankciókról, utána baromi nehéz a szankciókkal kapcsolatban átvinni, teljesen mindegy, hogy hányszor szólal fel a frakciód, szerintem, mert nem azzal fogod valószínűleg meggyőzni az embereket. Szóval szerintem ez részben múlik csak rajtunk, részben pedig igazából a rendszeren is múlik, és ezt a csatát a rendszerrel szemben úgy, hogyha nem ezeket az eszközöket, meg nem ezeket a módszereket támadjuk, úgy nagyon nehéz lesz megnyerni, mert minden ügyben használni fogják ezeket az eszközöket. A másik dolog viszont, ami a saját felelősségünkről is szól, mert szerintem mondjuk 22-ben muszáj erről beszélni, vagy 22-es visszatekintéssel, igen, ott részben az ellenzék feladta ezeket a témákat, nyilván a miniszterelnök jelöltnek volt erre egy nagy hatása, de mondjuk ki, az ellenzék adta fel ezeket a témákat, vagy belementek az ellenzéki pártok abba, hogy feladjuk ezeket a témákat. Viszont ami szerintem tovább növeli a nehézségeket 23-ra ráfordulva, az, hogy van egy hitelességi deficit. És ezt is ki kell szerintem mondani, hogy kiderült, hogy valójában az ajánlat, ami papíron egységesnek tűnt, az valójában nem volt egységes. Hogy az ellenzék, ami papíron egységesnek tűnt 2022-ben, az nem volt egységes. És szerintem ellenzéki szavazóként nagyon nehéz ezután elhinni, hogy akkor mi az ajánlat, mert hiába intellektuálisan kidolgozott a következő dolog, hiába mondunk okosabbakat, mint a fideszesek, hogyha én még azt sem tudom elhinni, hogy ezek tényleg ugyanazt gondolják a világról, vagy ugyanazt fogják csinálni, úgy nagyon nehéz. Szóval szerintem az ellenzéknek van egy hitelességi deficitje, ami csak részben fakad a választási kudarcból, meg a választási eredményből, nagyobb részben fakad szerintem abból, hogy nem hiszik el a választók azt, hogy tudnak egységesek lenni, vagy hogy tényleg egységesek akarnak lenni. És ez szerintem 24-re meg 26-ra előre tekintve egy vészjósló dolog, mert akkor ismét szükség lesz erre az egységre. Kettő dolog. Hello. Igen. Köszönöm szépen. Az egyik, hogy azért nem hitték el a választók, meg derült ki a végén, hogy nincs egységes intellektuális ajánlat, mert nem volt. Ennek az volt az oka, hogy véleményem szerint egy rendkívül rossz előválasztással egy neoliberális jelöltet állítottunk egy baloldali politikájú blokknak az élére, ami egy olyan hiba, ami nagyon-nagyon nehezen megbocsátható. Különös történelmi felelősség van azokon az embereken, akik A. visszaléptek, B. teleírták a sajtót azzal, hogy a magyar választópolgárokat át kell verni azzal, hogy jobboldalinak maszkírozzuk magunkat, és majd egy trans jobboldali blokk meg fogja tudni szólítani egy jobboldali országot, ami amúgy műveletlen. Ilyeneket írtak ezek az emberek, őnekik történelmi felelősségük van, de most ezt abba fogom hagyni, ezt a monologot. Ezen túlmenően igenis fontos az, hogy mit gondolunk dolgokról. Aki szerint jó a Fidesz egykulcsos adórendszere, az tágabb értelemben nem a politikai szövetségesünk, hiszen azzal nem fogunk tudni bizalmat építeni, mert a legalapvetőbb adózási kérdésben nem tudunk vele egyetérteni. És én értem, hogy ez egy nagyon rossz rendszer, de nem
működik az, hogyha folyamatosan eltagadjuk ezeket a gondolatokat. Helytelen az, hogy a családpolitikában a nem házas emberek ki vannak rekesztve, mert nem mondja meg az állam, hogy házasságban kell gyereket nevelni. Ezek olyan ideológiai állítások, amelyeket mi így gondolunk, ha elhazudjuk a saját állításainkat, senki nem fog ránk szavazni. Kit érdekelnek olyan emberek, akik nem hisznek a saját szavaiknak az erejében? És Miki, ha te azt gondolod, hogy tök felesleges, hogy a parlamentbe felszólalunk, akkor miért szólalgattok fel? Ezt a parlament vitát annyira abszurdnak tartom. Tehát én, nézzétek meg, kettőször szólaltam fel az elmúlt két ülésszakba. Azt gondolom, hogy vannak emberek, akik A. ebben jobbak nálam, B. pedig ez egy párt, és mi eldöntjük, hogy milyen prioritások akkumulátorgyarmat alapján szólalunk fel. De ha szerintetek rossz a parlament, ha szerintetek akkor ki kell jönni a költségvetési bizottságból, akkor nem kell fölvenni a fizetést, és akkor ne beszéljetek ott. Az, hogy elmondom, hogy mindenki kollaboráns, aki interpellál, majd utána bejövök arra a két szavazásra állva szavazni, hogy megkapjam a fizetésem, rendkívül következetlen álláspont. Tehát ez az egyik. És még egy dolog, ami szintén tökre kapcsolódik, és ez egy érdemi kérdés szerintem. Ez az egész, hogy mi az ellenzéknek a közös mondása. Most nem a közös ideje van. Volt közösnek ideje, nem igaz, hogy a rabszolgatörvény miatt lett egy lista. Én ezzel egyáltalán nem értek el egyet, András, azért lett egy lista, mert a Fidesz fölvitte éjjel 77-re, a 37-ből a közös lista állításához szükséges körzetek számát, ezzel egy listára kényszerített mindenkit, addig még Miki, mi is arról beszéltünk, hogy közös listán indulunk, mik voltak. De tehát, hogy nem igaz, hogy, és szerintem most véget ért az ökuméniának az időszaka, az ökuménia okozta az egyik legnagyobb buktát, most mindenki egyedül hal meg. Annyiban mégis érdemes visszatérni erre a kérdésre, hogy azért, ami most történik, az ellentmond egy 22 előtt előtt gyakori elemzői, meg ellenzéki megfejtésre, vagyis arra, hogy hát amíg gazdasági stabilitás van, addig azért lőhetnek itt mindenféle botrányok, meg korrupció, meg jogállami dolgok, de ezek kevésbé lesznek fontosak, amiben egy kicsit implicite benne volt, hogy ha viszont nem lesz gazdasági stabilitás, abból majd valamilyen módon az ellenzék politikailag profitálni fog. De hát nem azt látjuk, nem ez történik, az történik, hogy most materiálisan is nagyon sok embernek lényegesen rosszabb, és mindez egyáltalán nem, meg se érinti a rendszert különösebben. Tehát, hogy most akkor tényleg itt az ellenzéki belviszálynál ezt valamennyivel fontosabb kérdésnek érzem, ennek mi a magyarázata szerintetek? Én erre ugyanazt tudom válaszolni, mint az előző kérdésre. Tehát amíg az ellenzéknek van egy hitelességi deficite, addig szerintem nem várható az, hogy korábbi Fidesz szavazók, vagy bizonytalan szavazók megjelenjenek a 2022-es szinthez képest, és még át is pártoljanak ide. Tehát szerintem hiányzik az annak az érzete, vagy annak a látszata. Mondok csak egy példát, ugye a Demokratikus Koalíciónak van árnyék kormánya, de az ellenzéknek nincs egy szakértői fóruma, nincs egy válság tanácsa, ami egyébként naponta kiadná, hogy éppen az adott problémát hogyan kellene kezelni, ha már Nagy Mártonnak új gondolatai nincsenek a témában. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy elsősorban ebben kellene fejlődnünk, és abban vitatkoznék a Petivel, hogy most mennyire van itt az önállóság ideje, vagy sem. Nyilván részben politikai verseny van, persze, de egészen addig, amíg ez a rendszer van, addig évről évre, vagy két évről két évre, de újra meg fognak érkezni azok a mérföldkövek, választások, amikor ismét az ellenzéki pártoknak egységesen kell felsorakozniuk. És hogyha nem jutunk el oda, hogy ebbe szívesen benne vagyunk. Hogyha nem jutunk el oda, hogy ezt szívesen csináljuk, hogyha nem jutunk el oda, hogy ez nem csak papíron egységes, hanem ténylegesen jól szervezett és irányított, mert az előző kampány azért jól szervezettnek, meg irányítottnak sem volt mindenképpen mondható. Hogyha erre nem vagyunk képesek, akkor hiába van most itt a verseny ideje, meg egyedül halunk meg, bármilyen gazdasági ajánlatunk is van, az nem lesz elegendő. Kérdésre, amit feltette, lehet azt mondani, hogy óráid vannak hátra Orbán. Tehát azokat az elemzőket, akik azt mondják, hogy
hogy magától majd összedől a rendszer, meg itt a politika az egy olyan dolog, ami így csak itt történik, tehát hogy így nem alakítják emberek, meg nem strukturálódik valamilyen módon, csak megtörténik velünk, azokat nagyon messze kéne eltiltani közírástól, politikai tanácsadástól, stb. A politika az egy olyan dolog, amit csinálnak, tehát hogy az emberek gondolatait befolyásolják, gondolkodnak emberek, aztán összeállnak, csinálnak valamit, amivel krediteket szereznek, hitelességet szereznek, aztán tovább gondolkodnak, és az emberek pedig megnézik, hogy az ő életükre ez hogyan hat, és mi az, amivel jobb lenne az ő életüknek, illetve hogy az ő saját befektetett energia mennyiségükből mennyi energiát tudnak abba befektetni, hogy mondjuk jobb legyen az életüknek. És az jelenlegi helyzetben az van, hogy így nem nagyon találunk valószínűleg, vagy elég kevés olyan választót találunk, sokkal kevesebbet, mint a többséghez kell, aki azt gondolja, hogy az ő életében ő be fog fektetni energiát abba, hogy elhiggye azt, hogy itt nem valami külső tényező az, ami befolyásolja azt, hogy mi rosszabbul élünk. Tehát, hogy alapvetően az, hogy mit hiszel, az ugyanúgy energiába kerül. Ugyanúgy ki kell lépni a komfortzónádból például. Az, hogy nyilvánvalóan sokkal könnyebb elhinni azt, hogy nem az én rossz döntésem miatt történik valami, hanem valami külső tényező által. És közben a másik oldalról meg mi sem végezzük el azt a munkát, de erről már annyiszor volt szó, szerintem ennyiszer korbáccsal csapkodni a saját hátunkat sem vezet azért nagyon sok jóra. Úgy beszélgetünk most itt az ellenzék helyzetéről, hogy nincs itt az egyértelműen legerősebb ellenzéki párt, a DK-nak egyetlen képviselője sem. Mit gondoltak arról, hogy miért ők a legerősebbek? Halló? Igen. Tehát, miért a demokratikus koalíció a legerősebb? Azért, mert a Gyurcsány Ferenc megnyerte a Magyar Szocialista Párt 2011-es tisztújítását, csak kerülő úton. De ennél részletesebben azért, mert a demokratikus koalíció a pártszerű működésben nagyon sok munkát elvégzett, emellett a demokratikus koalícióban vannak intellektuális megfejtések arról, hogy miért állunk úgy, ahogy, és szerintem végeztek érdemleges intellektuális munkát, amellyel én nagyon sok mindenre radikálisan nem értek egyet. Szerintem valójában sokkal több mindennel egyetért nagyon sok ember, aki a 444-ben meg a Telexben leírja, hogy Gyurcsány Ferencnek mennie kell, ő valójában egyetért Gyurcsány Ferenccel, és szerintem például a Momentum rengeteg dologban egyetért Gyurcsány Ferenccel. Azt gondolom, hogy ugyanakkor az, hogy Magyarországon van a tradicionális balliberális oldalnak egy képviselete, egy egységes képviselete, hát azért ennél nagyobb tragédiák is vannak ma Magyarországon. Tehát én nem gondolom, hogy ehhez érzelmileg kell hozzáállni. Valamiért azt gondolják, hogy az Európai Unió az nem az érdekérvényesítésre van, hanem valami fanfárok által lehozott ilyen angyali dolog, ami hogyha közelebb jutunk hozzá, akkor mindenkinek az életét jobbá fogják tenni. Én ezzel nem értek egyet. Vannak magyar állampolgárok, akik ezzel egyetértenek. Hát hajrá, hogy mondjam. Van párt, van választ, ez tök jó. Azt gondolják a demokratikus koalícióban, hogy vannak technokrata szakértő megoldások kérdésekre, úgy látszik a Momentum is ezt gondolja, és erre csak egy mondatban hagy reagáljak. Mert ez szerintem egy lényegi kérdés, amikor azt mondtad, hogy nincsen szakértői, vagy válságtanács, vagy valami. Nem tud egy blokknak egyszerre gazdasági tanácsokat adni Király Júlia és Sebők Miklós, mert a kettő egymással ellentétes. A kettő közül választani kell. Én tudok a kettő közül választani, szerintem Király Júlia neoliberális, szerintem Király Júlia menjen a liberálisokhoz. Tök jó neki, meg mindenkinek jó, menjen oda, érezze ott jól magát, velem ne legyen egy közösségbe. Tehát aki szerint 2010 előtti ilyen csináljuk azt, amit a nyugat mond, mert akkor jó lesz mindenkinek, ez egy jó dolog, tökre lehet mellette érvelni, meg el lehet mondani, hogy én egy osztálybűntudattal élő ilyen neomarxista hülye gyerek vagyok, és még lehet, hogy igazuk is van, de ennek ellenére az, hogyha valaki ezt gondolja, hogy mindenben a nyugat jobb, az menjen egy másik pártba. A DK ezt gondolja, van egy pártjuk, tök jó. Én nem tudom, hogyha valaki szintén ezt gondolja, miért nem ott van, de ez is egy egyéni szociális probléma. Csak szerintem nincsenek ilyen szakértői megoldások, és amúgy a demokratikus koalíciónak az árnyék kormánya, amit úgy látszik, hogy egy másik módon a Momentum is támogat, ez arról szól, hogy szakértői megoldások vannak politikai kérdésekre, ami szerintem meg rossz.
izgalmas szavakat adsz a számba, inkább a kérdésre válaszolnék. Szóval én azt látom, hogy az ellenzéki oldalon az erőviszonyok azok választásokon tudnak átrendeződni. Választások között nem nagyon van átrendeződés, választásokkor viszont ez tud elég masszív is lenni. Szóval a Demokratikus Koalíció 2019 óta van ebben a szerepben, előtte a Jobbik volt ebben a szerepben, azelőtt a Magyar Szocialista Párt volt ebben a szerepben, szóval ez mindig változik. Kérdés az, hogy lesz-e olyan ellenzéki párt, ami mondjuk a 20%-os plafon tartósan is át tudja törni, mert erre viszont nem láttunk példát az elmúlt években, és szerintem mindaddig, amíg nem találunk egy olyan vezető ellenzéki pártot, amelyik erre képes lesz, addig ez változni is fog választásról választásra. Tehát van igénye, szerintem sok ellenzéki szavazónak arra, hogy legyen egy ellenzéki erő, aki kiemelkedik, sok ellenzéki szavazónak igénye van arra, hogy meglegyen a neki legszimpatikusabb erő is megfelelően képviseltetve, de van egy 15-20%-os bázisa a legerősebb ellenzéki pártnak mindig. Mindegy, hogy ez DK, Jobbik vagy MSZP volt. A kérdés az, hogy lesz-e egy olyan erő, vagy akár politikailag össze tud-e valaki rakni egy olyan konstrukciót, ami ennél többre is képes, mert mindaddig, amíg itt nem tudom, 12-15%-on vannak a legerősebb ellenzéki pártok, addig ezzel igazából olyan sokra nem megyünk. Mondom ezt úgy, hogy miénk a második legerősebb ellenzéki párt, de nem ez a cél, vagy szerintem nem lehet ez a cél, hanem az kell, hogy legyen a cél, ha 26-ban nyerni akarunk, most így az esélylatolgatásai rácsatlakozva, szerintem csak úgy lehet nyerni, hogyha ez ténylegesen egy egységes, erős ellenzéki tömb, és ehhez az ellenzék vezető erejének képesnek is kell lenni azt integrálni. Nyitben semmi? Hát igazából, vagy nem tudom, nekem már kicsit kezd unalmas lenni az ellenzékről való beszélgetés. Nyilván most három ellenzéki képviselő van itt, de hogy például arról tök érdemes lenne beszélni, hogy amikor azt mondjuk, hogy nincsen demokrácia vagy diktatúra felé haladunk, akkor soha nem mondjuk el azt, hogy de egyébként mit akarunk csinálni. Tehát, hogy addig, ameddig azt mondjuk, hogy nincsen szólásszabadság, de hogy így nem tudjuk, hogy ezt hogyan akarjuk kikerülni, addig szerintem egy ilyen végtelenül impotens és nehezen fogyasztható termék ez az ellenzékiség Magyarországon. És hogy közben meg lehetne mondani dolgokat, és még valami addig, ameddig nem mondunk ilyen dolgokat, például arra, hogy néz neki az a demokrácia, amit elképzelünk, addig azért ez nagyon úgy hangzik szerintem kívülről, hogy a demokrácia az azt jelenti, hogy mi kerülünk hatalomra, és hát ha miért akarnak hatalomra kerülni, hát persze, hát, hogy jut nekik is egy kis pénz, és az tök jó lesz nekik, és hogyha nem magyarázzuk el ennek az ellenkezőjét, akkor szerintem egy csomó olyan dolog, amiben kritizáljuk a kormányt, az így nagyjából semmivé válik. Egy Gyurcsány helyzetben ezt tudom mondani. Jövőre önkormányzati választások lesznek, ami azt jelenti, hogy 4 év telt el az 19-es választás óta, és az azért most már látszik nagyjából, hogy az, amit a Fidesszel kapcsolatban sokszor el szoktak mondani, hogy a 2006-os önkormányzati választásokat elég sikeresen használták fel utána arra, hogy politikai hátországot építsenek, amiből aztán sok szempontból következett a választási győzelem, az nem nagyon jött össze az ellenzéknek. Tehát ezeket az önkormányzati választási sikereket nem igazán sikerült politikai építkezésre használni. Miért? Én azzal szeretném közül, hogy nem értek egyet a kérdésben elmondottakkal. Szerintem a 2010-es sikere a Fidesznek annak a következménye, hogyha megnézzük a regionális országokat, a 2008-as gazdasági válság után szinte mindenhol kormányváltás lett. Egyszerűen véleményem szerint az a világ dekonjunktúrának az oka, nem az, hogy ők 2006-ban megnyerték az önkormányzati választásokat, és ez. Mondjuk azt, hogy egyik oka. Szerintem az ellenzéki önkormányzati vezetéseknek a jelentős része nagyon jól működik. Szerintem ez egy meglepő dolog. Szerintem nagyon nehéz helyzetben vannak. Vannak példák, ahol nem így van, Eger, de a legtöbb helyen így van, és ez egy
jó dolog, és ezért őket támogatni kell, de szerintem nem várhatjuk el az ellenzéki önkormányzatoktól azt, hogy az ellenzéknek a Fidesz-szel szembeni politikának a kérdését megoldják, mert mi nem szeretnénk azt látni, hogy az ellenzéki önkormányzati lapokban ugyanolyan propaganda van, mint amúgy, amit el szoktunk mondani a köztévébe, csak fordított előjel, mindenki tudja, hogy kire utalok, és én szerintem ez nem az ő felelősségük, tehát a kérdésedre a válasz, hogy most megpróbáljuk először a kérdésedre is válaszolni, szerintem ez egy rossz elvárás. Én egyetértek a Péterrel, szóval szerintem az önkormányzatokban politikailag jól teljesít az ellenzék a 90%-ukban, most nyilván Eger talán a legkiugróbb példa, de nehéz olyan önkormányzatot mondani, amilyen... ahogy a Fidesz szerintem lefestette ezeket, hogy ilyen apokalipszis-szerű világ következik az ellenzék győzelme után, ez nem következett be, ez elég nyilvánvaló, itt is elég rendben van továbbra is minden. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a 2006 és 10 közötti Fidesz építkezéshez hasonló politikai eredményt érhessünk el, ahhoz olyan településeken kell nyerni, mint amelyeken 2006-ban a Fidesz nyert, és valójában az ellenzéki győzelem 2019-ben nem volt annyira átütő. Mi átütőnek éreztük, Budapesten sok kerületet megnyertünk, de ha őszintén akarunk lenni egymás, a Budapesten minden kerületet meg kell nyernünk. Lehet egy-két kivétel, de ha azt nézzük, hogy egyébként az ellenzéki szavazók hol milyen arányban vannak, akkor ez a politikai feladat, és vidéken is sokkal több településen, legalább a megyeszékhelyeken, megyei jogvárosokban még sokkal több helyen kellene nyernünk, nem csak Szegeden, Pécsen, Miskolcon, hanem azért meg kellene próbálkozni a győzelemmel egy Szekszárdon is mondjuk legutóbb, ahol nem sokon múlt ez. Szóval szerintem leginkább akkor tudunk szervezetileg is nőni, erősödni, hogyha ez több településre eljut, mint sem a 2019-es siker. Az is akkor egy nagy siker volt, mert 2018-ban sehol nem volt az ellenzék, de szerintem most magasabb elvárásokat kell támasztanunk magunkkal szembe. Én eddom, hogy ebben a kérdésben megcserélődnek a szerepek, mert a Peti az bemegy egy ilyen centrista, jaj, a politika az ilyen nem tudom milyen dolog című dologba, és a magyar értelmiség pedig belefut abba, hogy minden erőforrást fel kell használni, nem szabad semmilyen morális gátat magunk elé húznunk, be kell állítani az önkormányzatokat a haza szolgálatába, és csak az számít, hogy az Orbán rendszert leváltsuk. Szerintem ebben egyébként én itt a utóbbi álláspont felé hajlok, nyilván nem arról van szó, hogy a nem tudom, a 8. kerületben Pikó Andrásnak kell minden címlapon előreugrania, vagy nekem, mondjuk ugye a 8. kerületben például az a helyzet, hogy én csak fizetett hirdetésben tudom a lakossági fórumaimat hirdetni, mert hogy annyira politikából távol tartja magát az önkormányzati lap, hogy egyébként egy közszintű, a közigazgatásba belékülődő dolgot is csak fizetett hirdetésként tud egy politikus feladni. De hogy vannak azért utak ebben, ahol szerintem érdemes az, hogy belerakjunk ebbe a közösbe. Tehát szerintem nem érdemes. Vagy hogyha azt gondoljuk, hogy ez egy liberális demokrácia, ahol versengő pártok futnak egymással szemben ugyanolyan erőforrásokkal, akkor persze, hát akkor legyünk ebben a hiszemben, és akkor minden működjön úgy, mint hogyha itt teljesen normális lenne. De hogyha nem ezt gondoljuk, akkor azt mondani, hogy ne használjunk erőforrásokat abban az alapvető morális keretben, amit még el tudunk fogadni, az egy baromság. És szerintem az ellenzéki önkormányzatok erőforrásait nyilván tényleg nem abban, hogy mondjuk Karácsony Gergely óriás poszterek függjenek az összes önkormányzati tulajdonú ház falán a 2019-es választásokon, de azért ennél a játéktérnél még bőven-bőven vannak bejátszható pillanatok. És én például örülök annak, hogy a fővárosi önkormányzat mondjuk bemondatta a buszokon azt, hogy ez a szavazása van, és tájékoztatta erről a lakosságot. És van egy csomó minden, amiről kéne például tájékoztatni a lakosságot, mert hogy alapvetően nem tudják például a 8. kerületben azt, hogy Pikó András mondjuk kétszer annyi bérlakást újítatott föl 2 év alatt, mint az előző 5 éves ciklusban összesen a Fidesz. És szerintem ez joguk van tudni az állampolgároknak, és szerintem Pikó Andrásnak joga van ahhoz, hogy erre pénzt költsön, és elmondja az állampolgároknak azt, hogy mi történik itt. Szerintem ez
Na ez a nem működő mikrofon? Nem, ez egy működő mikrofon, csodás. Szóval szerintem ez egyrészt egy erkölcsi kérdés, másrészt egy hatékonysági kérdés, és akkor szerintem az erkölcsi kérdésre az a válasz, hogy még van hova feszíteni az erkölcsi határokat, vagy még nem vagyunk az erkölcsi vörös vonalnál. Nem az van, hogy itt az önkormányzatokat az ellenzék abuzálná, és ez rosszra fordítaná, sőt, még a jó dolgok sincsenek eléggé kihangsúlyozva. Viszont van egy hatékonysági kérdés is, hogy ezekkel ténylegesen hányokhoz jutunk el, és ebben szerintem egyébként van hova fejlődnünk, tehát ebbe jogos a kritika, hogyha nem tudják még a 8. kerületben sem, hogy hány lakást újítottak fel a pikóék, akkor persze ez egy olyan dolog, ahol az ellenzéknek fejlődnie kell, de őszintén szólva szerintem ez egy olyan dolog, ami minden egyes önkormányzat más politikát visz ebből a szempontból, és nem a pártok képviselői mondják meg nekik, hogy hol van itt a zsinór mérték, és meddig mehetnek el. És szerintem örüljünk annak, hogy egyelőre ebben mindenki inkább az óvatosabb állásponton volt, és nem ment túl a határokon, mert ha túl ment viszont bárki a határokon, akkor abból viszont botrány lesz. Tehát ugye volt az első kiadása a Józsefváros újságnak, amiben viszont nagyon sokszor volt a pikó, ha már ismét őt hozzuk példának, és abból viszont rögtön egyébként joggal lett is egy kisebb botrány. Szóval erre szerintem van egy ilyen kollektív felelősségünk, hogy figyelni kell, hogy a határokon ne menjen túl egyik önkormányzati képviselő vagy polgármester se. Még a Peti előtt egy mondat, hogy egyébként ez egy zseniális helyzet, mert hogy egyébként volt egy beszélgetésünk a Bankito Fesztiválon, a Bőszanettel meg a Gerencsőt Ferenccel, és ott is előjött ez a téma, és ott én egyébként ezt azzal kezdtem, hogyha egyébként a közelébe lépne egyáltalán ennek a szerintem meglévő határvonalnak az ellenzéki városvezetések, akkor a kormánytól független média rakni az arcukba, hogy mit képzelnek, és hogyan raknak erőforrásokat olyan dolgokba, amik pártpolitikai kérdések, miközben egyébként pont ugyanez a közösség kéri számon azt, hogy miért nem raknak pártpolitikai pénzt, és egyébként szerintem helyesen kéri számon, vagy pártpolitikai jellegű dolgokba is pénzt, és ezt szerintem helyesen kéri számon, de hogy itt van egy ilyen inkonzisztencia egyébként, amire pont ez az első Józsefvárosi lapszáma jó példa, amit még az én volt lapom írt meg elsőnek egyébként. Én nem értek egyet itt az Andrással, szerintem, és most úgy látszik, olyan emberekkel helyezkedek egy platformon, akik ezt, tehát hogy ez furcsa, mindegy. Szerintem az ellenzéki önkormányzatok azzal tudnák az ellenzéknek a szavahihetőségét és az alkalmasságát bizonyítani, hogy jól vezetik a várost. Antropológiai optimizmussal állok ehhez, Szombathelyen egy hatpárti koalíció jól vezeti a várost, amikor Szombathelyen élsz, akkor ezt látod, és ez elegendő. Ez megmutatja azt azoknak az embereknek, hogyha a kormányváltás lenne, akkor se állna le a 4-es, 6-os és fej nélküli emberek rohangálnának a szombathelyi pályaudvartól egészen Güsszingig, tehát nem ez lenne. És ez szerintem pozitív. És már bocsánat, de ez arra a kérdésre utal, hogy ha mi nyernénk, akkor mi lenne a közmédiában, hogy ugyanígy egy perces híradóba bemondanák a Momentum közleményeit? Nem, gondolom nem, hanem egy valamennyire olyan tájékoztatás lenne, ahova bejöhetne a Fidesz frakcióvezetője, és elmondhatná az álláspontját, anélkül, hogy bárki a torkába hányna. Mert gondolom, ezért fogalmazunk meg kritikákat ezzel ellentétesen. Tehát szerintem az ellenzéki önkormányzatoknak az a feladata, hogy az önkormányzat, és persze, hogy politika. Tök nagy politika az, hogy hol megy a Galvani híd, meg hogy van-e biciklisáv, meg hogy hány bérlakás épül Szombathelyen, ez tényleg politika. Én ehhez a részéhez a politikához kevéssé értek, és értem, hogy ennek ideológiai tartalma van. Nem ezt mondom, hogy nincs ideológiai tartalma, csak azt mondom, hogy utána ezt felhasználni arra, hogy a különböző ellenzéki pártok országos problémáit megoldjuk, szerintem azért rossz, mert nem ezért választották meg az önkormányzati képviselőket és a polgármestereket ezek a választópolgárok, hanem azért, hogy az ő ideológiaik alapján legyen berendezve a város és a szűk életterük. Úgyhogy én ezzel nem értek egyet, és még egy dolog van a kormánykritikus médiáról, aki mellett egy pozitívumot hadd mondjak ebben az esetben. Nekik nem felelősségük az, hogy a kormánykritikus közegnek megjelenítsék a véleményét. Nekik az a felelősségük, hogy a saját szerkesztésségű álláspontjukat jelenítsék meg. Tehát én ezt se értem, és tök para, hogyha a 8. nem tudom melyik lapszámról van szó, nem annyira vagyok benne a 8. kerületi politikában, a párt
látom, sincs benne, tehát nem tudom, melyik lapszámról van szó, de igenis el lehet mondani, hogy para, hogyha Pikó András van minden egyes oldalon, és ha vannak helyi viták, akkor remélhetőleg ott van a helyi ellenzéknek is az álláspontja. Csak egy fél gondolat még, hogy azért, hogy miért választunk önkormányzati vezetőket, én ebben vitatkoznék. Szerintem amikor kiállunk azzal a szlogennel, hogy vegyük vissza Budapestet, akkor az nem arról szól, hogy működjön a BKV. Ha kiállunk azzal a szlogennel, hogy védjük meg Budapestet, az nem arról szól, hogy melyik teret újítjuk fel legközelebb. Ezek a kérdések is nagyon fontosak, de szerintem nagyon sok önkormányzati politikus az igenis megfogalmaz a hatalommal szembeni kiállásokat is, és helyesen teszi ezt. Hát tegye! Hát neki ez a politikai vélemény, és nem kell a politikai véleményét titkolnia a rendszerrel kapcsolatban, főleg úgy, hogy ez a rendszer egyébként, mindannyian tudjuk, hogy bánik az önkormányzatokkal. Szóval szerintem az önkormányzati világ sem csak arról szól, hogy abban a kevés megmaradt hatáskörben, ami még marad nekik, hogyha a rendelők még ott maradnak, akkor a rendelők még ott vannak, de az iskolák már nem. Nem erről szól, nem csak erről szól egy önkormányzati választás, ez igenis szól arról, hogy legalább ezt a kicsi teret, ami megmaradt nekünk a hatalommal szemben, ezt a kicsi teret érezhessük egy kicsit a magunkénak. És az, hogy ebben kiállnak polgármesterek és markánsan véleményt nyilvánítanak, az jó. Nyilvánvalóan, hogyha ezt minden egyes oldalán teszik a saját újságuknak, az nem. Mit fognak látni jövőre az önkormányzati választón a választók? Azt lesznek olyan helyzetek, ahol ellenzéki jelöltek harcolnak egymás ellen, vagy pedig egységes jelöltek lesznek, amikor viszont azt kell majd, vagy azt várjátok majd az emberektől, hogy felejtsék el azt, amit 2022 óta láttak itt az egységes, vagy nem egységes ellenzékkel kapcsolatban. Szerintem lesznek olyan helyzetek, ahol ellenzék rá fog indulni az ellenzéki városvezetésre. Ennek majd meg kell indokolni, mi készülünk ilyen esetekben ennek a részletes megindoklására. És majd, amikor megjelennek a publicisztikák, hogy miattunk van 5-6-od, vagy 8-10-ed, vagy mit tudom én, micsoda, akkor majd le fogjuk írni, vagy el fogjuk mondani, hogy milyen ideológiai állítások vezették ahhoz, hogy így csináljunk, mert ideológiai alapján fogjuk ezt eldönteni. Tehát például olyan ember, aki akár zöld, akár szociális dolgokkal szemben tesz, nem fogja megkapni a támogatásunkat, sőt, rá is indulunk. Amúgy az egyedül halunk meg, azt inkább a másik választásra értettem, és még egy dologban válaszolnék erre, ami válaszol a Mikinek az előző felvetésére is. Nagyon jó ez a tartsunk népszavazást az önkormányzati választáson Orbán Viktortól. Szerintem a főpolgármesteri hivatalban van pár ember, aki ezt újra kitalálta, ezt az üzenetet, mert egy párszor már kitalálták az elmúlt időszakban. Mégiscsak volt egy előválasztási kampány, ami úgy indult, hogy nem mondjuk ki Orbán Viktor nevét, majd legyőzzük Orbán Viktort. Szerintem ez egy dologra lesz alkalmas, hogy nem nyerjük meg Veszprémet, nem nyerjük meg Kaposvárt, és nem nyerjük meg Győrt. Tehát ez lesz akkor, mert ezekben a városokban nem az Orbán Viktor megítélése, vagy nem olyan hőfokú Orbán Viktor megítélése, mint ahogy a Deák téren a főpolgármesteri hivatalban, úgyhogy lehet ezt mondani, csak akkor nem lesz sikeres. És nem értem, hogy miért nem elegendő egy önkormányzati választáson az az állítás, hogy mi mit szeretnénk Veszprémmel csinálni. Ebbe annyi ideológia van, annyi politika van ebbe, annyi gyönyörű dolgot el lehet mondani, szerintem ez tökre elegendő, és nem kell mindenre ugyanazt a dolgot ráhúzni, mert egyszerűen nem lesz sikeres. És még egy dolog, Miki, ezt az egyet hadd mondjam el, ez a Budapest vidék, megjelentek cikkek a 22-es választást követően, hogy hát csak egy választókerületet tudott a Fidesz megnyerni, de az tulajdonképpen kistelepülési jelleg. Tehát Budapesten jobban szerepelt a Fidesz 22-ben, mint a korábban bármikor. A kistelepülési emberek nem köztévét néznek csak, hanem van internet hozzáférésük, és olvassák az ellenzéki lapokat. És ha nem becsméreltük volna a kistelepülési embereket a kampányban jelöltükön keresztül, akkor lehet, hogy szavaztak volna, tehát összességében nem igaz, hogy radikálisan más típusú emberek élnek a kistelepüléseken, mint városokban. Nem igaz, hogy egységesen a vidéknek vannak problémái, tök más problémák vannak Győrben meg Salgótarjánon, és szerintem, amikor ketté vesszük az egész politikát, az egy nagyon-nagyon elidegenítő és nagy probléma, és szerintem rossz, úgyhogy csak hogy összefoglaljam a három állítást, lesz, ahol ráindulunk mi biztosan. Szerintem nem jó, ha Orbán Viktorról való népszavazás lesz az önkormányzati választás, és nyerjünk Veszprémbe.
nyerjünk Veszprémbe, akkor visszafele indítom. Szerintem településektől függ, és igenis változó, hogy hol mennyire fog ez a hatalommal való szembenállásról szólni. Szerintem Budapesten inkább, mint Veszprémben. De meglátjuk. Valószínűleg egyikünk sem tudja ezt így direktben megmondani, sem a veszprémi polgármesterjelnek, sem a budapesti főpolgármesterjelnek. Ez rajtuk múlik, hogy ők ezt hogyan csinálják majd, de én igenis azt gondolom, hogy mivel a kormány politikája eltér, ezért a kormányhoz való viszonyulás is el kell, hogy térjen. De vannak olyan kérdések egyébként, ahol egy polgármester persze úgy jár el, mint a kerületének a polgármestere, amikor mondjuk be kell menni egyeztetni a minisztériumba arról, hogy járni fog-e a pár százmilliós támogatás, akkor elmegy a polgármester. Persze, mert kell a kerületének a pár százmilliós támogatás, de ettől még kell egy hatalomhoz való viszony is. És hogy a kérdésedre válaszoljak, szerintem a legtöbb helyen egységesen fogunk indulni, én ebben bízom, én lehet, hogy túl optimista vagyok ehhez, mondhatni én ezt szeretném is. Azokon a helyeken lesz ez szerintem nehezen összehozható, ahol vagy a helyi emberek között vannak olyan feszültségek, amelyeket nem tudunk feloldani, vagy már van egy olyan kialakult politikai vezetés, amivel kapcsolatban egyik vagy másik szereplőnek súlyos fenntartásai vannak. Én azt gondolom, hogy ideológiai fenntartásunk kevés szereplővel kell, hogy legyen, szerintem a Péternek is kevés szereplővel kéne, hogy legyen ideológiai fenntartása, de ha így van, akkor így van, majd ezt ők eldöntik. Én azt gondolom, hogy mivel a legtöbb polgármester jól végzi a munkáját, ezért sikerülni fog megállapodni az ellenzéki pártoknak, és remélem, hogy minél több helyen együtt indulunk. Szerintem egy teljes tévedés azt gondolni, vagy úgy strukturálni a magyar politikát, hogy település szerkezet szerint tesszük. Tehát, hogyha megnézzük a 2022-es választás számait, azt látjuk, hogy végzettségben és jövedelemben gyakorlatilag ugyanúgy strukturálódnak ezek a számok. A alacsonyabb végzettségű, alacsonyabb jövedelműeknél ugyanúgy sokkal több a Fidesz szavazó, mint a kis településen lévőknél. És ez azért tud iszonyatosan veszélyes lenni, mert hogy egyébként alacsonyabb végzettségű emberek és alacsonyabb jövedelmű emberek például Budapesten is vannak. És hogyha úgy megyünk ennek neki, hogy hát Budapesten inkább ellenzékiek a szavazók, majd megnyerjük ezt, akkor majd a 18. kerületben, a 15. kerületben lehet, hogy nagyon nagyot fogunk nézni a választási eredmények ismeretekor. És szerintem itt kicsit át kéne állítani ebből az ellenzék nem ellenzék, Orbán nem Orbán dologból a fejünket, mert hogy most is ez a beszélgetés, most, tehát hogy itt lehet, beszélhetnénk ilyen tartalmi kérdésekről is, nem? Vagy nem tudom, tehát hogy engem jobban érdekel az, hogy az 50% plusz egy témában a tartalmi kérdés, tehát hogy ahogyan lesz 50% plusz egy, az egy tartalmi kérdéseknek a tárháza egyébként alapvetően, de hogy például az, hogy akár Budapest kapcsán is, az, hogy hogyan zajlik például a kerékpárutaknak az LPT építése, egyszer nem hangzik el az például ellenzéki oldalról. Én el tudom mondani, hogy az Üllői út kapcsán, a József Attila lakótelepen, hát nem leszavazni fogják a kerékpárutakat, hanem iszonyatosan támogatni. Tudom, az LMPL is mondja ezeket, de szerintem ezek sokkal lényeges kérdésebbek, és sokkal inkább, amikor három ilyen ellenzéki politikus kiül az asztalra, próbáljuk, ez nem a Gergő hibája, mert egyébként mi arról beszélhetünk, amiről akarunk, de mi egy kicsit próbáljuk meg ebbe az irányba vinni a beszélgetés további részét. Hát akkor beszéljünk a politikai eredményességről. Volt a Partizánon nemrég a Vétó című műsor, aminek az egyik állítása az a politikai teljesítményre vonatkozott, és arról szólt, hogy nagyon sokan vannak az ellenzéki politikában, akik hosszú ideje benne maradtak úgy, hogy azért érdemi politikai teljesítményt nem igazán tesznek le az asztalra, és úgy velünk maradnak. Ti meghatároztatok-e olyan pontot az életben, évszámot, akármit, amikorra azt mondjátok, hogy ha addig nem sikerül elérni politikai változást, akkor ti abba hagyjátok és átadjátok másnak a lehetőséget.
Én ruhamosan készülök erre az időre, és ez az az idő lesz, amikor a rettentő gyenge típusú verseimmel fogom szórakoztatni a magyar közéletet. Tehát nem tudom, melyikkel járnak jobban, ezt meg mindenki döntse el. Nem slam típusú, hanem klasszikus, formai típusú. Igen. Próbálok magára a műsorra nem kitérni, és most önkontroll gyakoroltam. A politikában nem csak az a képesség, hogy valaki gyújtóhangú beszédeket tud mondani, vagy hogy valaki tud a tévébitában úgy beszélni, hogy kitűnjön, az is egy képesség, hogyha valaki jó szervező, az is egy képesség, hogyha egy közösséget össze tud tartani. Most, hogy tényleg nem tudom, hogy ezt miért fogom most elmondani, de talán azért, mert igazságtalannak érzem. Például az, ami a magyar médiában G. Németh Erzsébettel szembe ment egy ideig, az teljesen abszurd volt. Tehát egy ember, aki amúgy egy jó szervező, tök sok mindenhez kifejezetten jól ért, amúgy egy jó képességű ember, azért, mert elbukott választásokat, ezért nem érdemes arra, hogy egy listás rendszerben, amit azért találtunk ki, hogy a kisebbségi vélemények is érvényesüljenek, ő nem foghat el pozíciókat, teljesen abszurdnak tartom. Szerintem van gyönyör abban, hogyha valaki folyamatosan a kisebbségi álláspontját képviseli, vagy kisebbségben maradás ellenére tud a játékszabályokkal játszani, de ennek ellenére azt gondolom, hogy igen, előbb-utóbb mind a hármunk nélkül túl fog élni a magyar közélet. Ilyen konkrét dátum nincs, de ilyen lélekben készülés van. Szerintem ez amúgy rettenetes. Tehát én azt gondolom, hogy nem arról kéne beszélgetnünk, hogy mi mikor fogunk kiszállni a politikában, hanem akkor, hogy ti mikor fogtok beszállni. Meg arról kéne beszélni, hogy hogyan lesz itt mondjuk még a 3000 településen mondjuk egy ilyen 10 000 önkormányzati képviselőjelöltje a pártoknak. Arról kellene beszélni, hogy hogyan fogjuk tudni feloldani a Petivel az ideológiai különbségeinket. Szóval, hogy ez nagyon rossz, hogy ezen kell gondolkozni. De nyilván amúgy ez a gondolat így megfordul az ember fejében. Szerintem országgyűlési képviselőként amúgy még könnyebben is fordul meg a fejedben, mint mondjuk polgármesterként. Mert polgármesterként ott egyen jobban érzed azt, hogy van egy közvetlen ráhatásod, van még valamennyi hatásköröd. Nekünk országgyűlési képviselőként amúgy ez az érzet szerintem minden alkalommal, amikor bemegyünk a parlamentbe, egyébként ezért sem menjünk be olyan sokat, az nem hiányzik, és nem ezért csinálom, azért csinálom, mert még hiszek abban, és szeretnék is hinni abban, hogy egyszer majd tudjuk másképp csinálni, meg egyszer elegen leszünk. De van ez az érzet, és van ez a gondolkodás. Ja, utánpótlásra kéne inkább koncentrálnunk. Hát én egyéni képviselő vagyok, és nem vagyok pártag. Nekem az is volt az alapállításom, bár nem itt lett volna a lehetőségem listára kerülni, de hogy nem is akarok listára kerülni, mert hogy én Józsefvárost és Ferencvárost akarom képviselni, nekem ez az otthonom, azok az emberek érdekelnek, akik ott vannak körülöttem. Nyilván emellett egy baloldali ember vagyok, nagyon-nagyon sok különböző erős ilyen elhivatással, és például abban biztos vagyok, hogy addig, ameddig ezt a végrehajtás ügyet nem lehet valamennyire konszolidálni, legalább ebben a rendszerben is, addig én menni fogok, lehet, hogy egy idő után már nem parlamenti képviselőként, hanem más eszközökkel, mert itt mégiscsak arról van szó, hogy van ma Magyarországon 483 000 ember, aki ellen végrehajtási eljárás zajlik, 483 000 ember van kétségbeejtve a tönk szélén állva. És szerintem a végrehajtás kérdése az, ami egyébként lefesti Magyarországot. Tehát alapjáraton egy olyan kérdésről van szó, hogy 94-ben a magyar állam úgy döntött, hogy akik bajba jutnak, azokat majd piaci módon megoldja valahogy, majd a piac oldja meg, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Egy olyan rendszerbe vannak berakva, hogy nincsenek egyenlő jogi feltételek, hiszen általában azok, akik végrehajtási eljárás alatt vannak, hát kevésbé rendelkeznek jogi kapcsolatokkal, tehát nincsen jogegyenlőség ebben a rendszerben gyakorlatilag. És nincsen átláthatóság se, mert hogy gyakorlatilag nagyon sok olyan eset jön szembe, ahogy tök egyértelműen 10-15 évvel ezelőtti végrehajtásokat tolnak be. Azt se tudják, hogy milyen tartozások van az embereknek. És hogyha arról beszélünk, hogy mi a demokrácia egyébként, akkor ezzel szemben kéne meghatároznunk magunkat,
hogy mi olyan államot akarunk csinálni, ahol azok, akik bajba jutnak, azoknak az élete nem azon múlik, hogy profitorientált cégekben iszonyatosan gazdag jogászok hogyan akarják kizsebelni őket, hanem a magyar állam föláll, segít a bajba jutott embereknek, segít létrehoz olyan rendszereket, ahol érthetővé válik, hogy miért jutott az adott ember bajba, csinál olyan szociális munkát, ahol adósságrendezés van, és megpróbálja ebből ezeket az embereket kihúzni a bajból, mert erről szól a demokrácia, és erről szól a közösség, és szerintem ebbe az irányba kéne elmenni, és csak az előző kérdésben, hogy pozitív irányba toljuk ki a dolgot, azért toltam le most ezt a rendet. Szerintem, amit az András mond, az nagyon fontos. Én most ez nem egy ilyen felkérdezés, ez egy őszinte, kivételesen egy tényleg őszinte kérdés. Mi támogatjuk azt, hogy a végrehajtást államosítsuk, ha jól értem, ez a követelés lényege. Nem tudom, hogy a Momentum, amely olyan pártokkal van együtt, akik maguk privatizálták a végrehajtást az ALDE frakcióban, például támogatja ezt. Csak azért mondom, Miki, mert ezeket az ideológiai különbségeket úgy mondtad köztünk, hogy vannak a Péterrel ideológiai különbségek, fura gyerek, meg arról beszél, hogy PP-re jártam az Oxfordban, nem tudom, hogy oda jártál-e. És hogy... Földrajza jártál. Én földrajza Edinburgh-ban. Skóciában. Így van. De hogy... Tudjuk egymásra, hogy ki hova járt. Ez a megszólás. Most már mondd el. Hát, hogy amikor Ungár Péter és Hajnal Miklós azon versenyzik, hogy ki a jobban vagy kevésbé elit, annak azért tényleg egy ilyen nagyon erős Monty Python így hangulata van. Így. Visszatérve, tehát, hogy szerintem például az, hogy valaki támogatja-e a végrehajtás államosítását, az egy fontos ideológiai kérdés. Erre akartam kiutatni az osztály bűntudatomból sarkalva. Utolsó kérdés lenne akkor, és utána most azt beszéltünk, hogy nem közönségkérdések vannak, hanem utána bárkihez személyesen oda lehet menni, már ha nektek is oké. Szóval, hogy az, hogy miről kellene beszélni politikusi szempontból, azt én teljesen megértem, hogy másról kellene, meg mást kellene mondani, de hát közben a valóság az meg mégis az, hogy az ellenzéki szavazók, akik rátok szavaztak 22-ben, azok között tömegével vannak ilyen emberek, akik iszonyatosan csalódottak, kiábrándultak, már igazából azon gondolkoznak, hogy hogyan fognak élni várhatóan akár évtizedekig még ebben a rendszerben, és mondjuk nem biztos, hogy őket is megfogja ezt, hogy most szerintem inkább a bicikli utakról kellene beszélni. Úgyhogy egy kicsit általánosabb kérdéssel szeretnék zárni. Egy olyan embernek, aki valóban már azon gondolkozik, hogy a saját életével kapcsolatban, hogy Magyarországon maradjon-e, hogy itt nevelje a gyerekeit, vagy költözzön el külföldre, ti őszintén, hogyha oda menne hozzátok, mit mondanátok, úgy, hogy ne legyen benne se fölösleges ígérgetés, se olyan reménykeltés, amit nem tudtok jó szívvel vállalni, mit mondanátok? Mindig rosszabb lesz, és mindig ki fogjuk bírni. Ez egy csodálatos ország, akkor is, ha rossz kormánya van, és szerintem akkor is érdemes azt mondani, amit az ember igaznak gondol, hogyha az teljességében felesleges és kontraproduktívnak tűnik, és ha valamit a magyar történelem megmutatott, az az, hogy néha rettentő hosszú távon életeken túlmutatóan van bárkinek bármibe igaza, és ezt a hihetetlen inspiráló dolgot tudtam mondani, de őszintén ezt, hogy mindig rosszabb lesz, és mindig túléljük. Én először is azt mondom, hogy megértem, tehát lehet engem elitistázni, de én először azért költöztem ki, mert apukámnak állást ajánlottak Németországba, és gyerekként éltem kint 5 évet, és nem azért, mert egyetemre mentem ki, de aki egyetemre megy ki, azt is tökre megértem. Most már Angliába sajnos egyre nehezebb kimenni, mert egyébként, mivel Anglia kilépett az EU-ból, ezért sokkal drágább a tandi. Szóval én megértem azt, aki el akar menni, én őszintén szólva arra biztatnám, hogy ha meg tudja találni itthon úgy a számítását, hogy azt csinálja, amit szeret, akkor maradjon. Ha nem tudja azt csinálni, amit szeret, akkor pedig gondolkozom azon, hogy minek kéne változni ahhoz, hogy csinálhassa. És tegyen egy kicsit hozzá ahhoz, hogy aztán így alakuljon. Szóval én nem akarom azt hibáztatni, aki elköltözik ebbe az országban. Nekünk is van egy csomó tagunk, aki éppen Németországba él, vagy Angliába él, de abban szerintem mindenkinek van
egyéni felelőssége és lehetősége is, főleg annak, aki külföldre költözik, van lehetősége, hogy valamilyen módon támogassa azt, hogy egyszer úgy alakuljanak itt a körülmények, hogy ő visszaköltözhessen, vagy esetleg a gyereke szívesen jöjjön ide vissza, vagy esetleg bárki más, aki neki fiatalabb sorstársa itt ebbe az országba, ne jusson ugyanarra a döntése, mint ő. Én ennyit mondanék neki, és aztán rábízom ezt a döntést, de mondom, teljesen megértem. Van a Neurotiknak egy dalszövege, nem hiszem, hogy sokan ismeritek a Neurotikot, de mindegy, a hitet építed és zuhanszabb állványról, ha nem mondtál le még minden bálványról. És szerintem egyébként nagyjából erről szólt az egész beszélgetés, hogy vannak olyan dolgok, amiket így el kell fogadni. És hogy az egyik olyan dolog, hogy itt nem biztos, hogy az annak a politikai gondolkodásnak, azoknak az ideológiáknak, azoknak, amiket mi hiszünk erről a világról és gondolunk erről az országról, azoknak gyorsan itt többsége lesz. Viszont nyilván nagyon sok élethelyzet van, és nagyon sok különböző élethelyzetben nem lehet egységes tanácsot adni. De hogy ezért mégiscsak így itt születtünk, itt élnek a barátaink, itt élnek a családtagjaink, és én egy közösségi embernek tartom magam, és azt gondolom, hogy van felelősségem azért, ami körülöttem zajlik, és van felelősségem azokért, akiket szeretek. És hogy bele kell pakolni szerintem azt az energiát abba, hogy ezeknek az embereknek is jó legyen. És lehet egyébként, hogy ezt valaki úgy pakolja bele, hogy Németországból például aktivista tevékenységet végez, vagy előfizet 444-re, stb. Szerintem ne az a lényeges, hogy valaki ne menjen ki, hanem az a lényeges, hogy érezze azt a közösséget, ami ezzel az országgal van, és találja meg aznak a módját, hogy ezt a közösséget fel is tudja tartani, és hogyha eljön az ideje, és úgy gondolja, és ez nem feltétlenül politikai ok egyébként, akkor jöjjön vissza, és rakja, hozza vissza azokat a dolgokat, amiket meg tudott kint szerezni. Köszönjük szépen a figyelmet, nektek pedig a válaszokat, és akkor folytatódik a rendezvény.